Sziasztok, egy kicsit nehezen beszélek, mert gyerekkoromban volt egy pár balesetem, meg agyrázkodásom. Igazából itt a szünetben beszéltünk egy pár dolgot, és azt... Ja, bocs, Gubek Márk vagyok. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy igazából megoszthatom, erre nem számítottam. Igazából volt egy pár élményem. Igazából 2014-ben kimentem Indonéziába, Balira, egy hónapra kb. És egyik barátommal voltam kint, nem tudom, hogy lehet, hogy is ismertek, vagy nem, Musimbe Dávid, ilyen most már ő Comedy Centerbe szerepel, mint ilyen vicces előadó. Vele voltam kint, hazajöttem, és furcsáltam, hogy túlságosan pörgök, és már igazából ilyen több heten nem alszok, és csak azt vettem észre, hogy iszom a vizet úgy, mint a, nem tudom, mint a szivacs, de nem néztem, hogy mennyit ittam, de mondták, hogy kb. Ilyen egy nap ilyen 10 liter vizet úgy ittam, hogy meg se kottyant. És csak azt éreztem, hogy beszívtam a vizet, így éreztem, hogy a mellkasom csak így tágul. És lehet, hogy csak így egy-két dolgokra tudok emlékezni, mert voltak filmszakadások. Volt egy olyan rész is, hogy valami miatt nem tudom, hogy a utcán, vagyis mentem a kocsival, és annyira figyeltem az embereket, akik velem szembe jönnek kocsisok, hogy a szívedőn keresztül láttam a túladat, hogy nem egy se magyar ember, se ő kínai, hanem kimondottan japán emberrel találkoztam, és valami miatt megállítottam őt, és sírtam neki, hogy a japán testvérének, vagy a japán embereknek szóljon, hogy legyünk úgy, mint régen. És azt sem tudtam, hogy igazából miről beszéltem, csak azt éreztem belül, hogy a japán és a magyar az így valami miért együtt volt. Akkor, és valami miatt bocsánatot kértem attól az embertől, de nem mint tőle, hanem a japán, nem tudom, törzstől, vagy valami ilyesmi, mert utána valami miatt utána megint volt egy ilyen, úgy megyek, hogy felessem, hogy láttam ilyen, hogy régen, nem tudom, magyar ember a japánnal, nagyon szoros kapcsolatban volt, és ilyen valami ilyen tábortüzes dolog volt. Nem tudom, ilyen ősi valami, azt lement a fejembe. Utána hazamentem, le akartam feküdni. Valamiért japán írásokat néztem, és azt vettem észre, hogy értem, hogy mit beszél, vagyis a könyv, hogy mint hogyha a agyam folytott volna japánról hirtelen magyarra, és így csak így olvastam. De ilyen úgy, hogy igazából sose tudtam külföldről beszélni. Akkor ugye megnéztem, hogy kell fel a nap, mert ugye nem tudtam elaludni, csak azt vettem észre, hogy már kell fel a nap. És valami miatt, utána nem tudom most az mi kapcsolt be, de hirtelen utána meg ideges voltam, hogy nem tudok segíteni a magyar embereken, hogy felébredjenek, és igazából már így, hogy mondjam, már így rá erőszakoltam, hogy ne tegye ezt, igyon vizet, tartsunk össze, és igazából csak ettől én feszültem, és inkább nem förmettem, hanem inkább eljöttem, mert éreztem bennem, hogy feszül valami.
Utána volt olyan, hogy jól mondom, hogyha ő nem is sikerül, akkor jön Orbán Viktor. És igazából már megvolt, hogy megyek hozzá, és akkor vele is így beszélek, hogy ne vezesse úgy a magyar embereket, hogy így eltérítse meg minden. És hát addig nem jutottam, mert utána, mert valamiért még a hallásom is annyira megváltozott, hogy a telefoncsörgések már nem úgy csörögtek, mint most, hogy ilyen lehet, hogy ilyen, mit tudom én, van egy iPhone-os telefon hanga, hogy csörög, hanem már előtte van egy hang, ami iszonyatosan furán szólt, és tudtam, hogy na most fog megszólni a telefon, és már tudtam, hogy ki fogja őt hívni. És igazából szerintem a külső szemek biztos, hogy látták azt, hogy a szemem így forog össze-vissza, és mindenre rá vagyok így állva. Talán meghaltam a szomszédunknak a kutyáját, hogy sír, átmentem. Igazából úgy mentem át, hogy nem is csöngettem, csak átugrottam egy kerítést. És kérdeztem, aki a kutya, hogy mondom, én nem adsz a kutyának vizet, és akkor ő csak így rávágta, hogy majd azt én eldöntöm. Nem jól van, mondom, akkor veled is mindjárt beszélünk. És igazából következő kép csak az volt, hogy láttam, hogy rám zárta az ajtót, és mert csak azt csináltam, hogy igazából nem a rosszból, csak így ösztönből jött, hogy itt okostul ugye kirúgtam az ajtót, meglepődött, hogy ez nem így nyílt. Mondtam, hogy gyereki, leülünk beszélni. Leültem vele, és ugye ott volt mellettem, és előttünk egy ilyen nem tudom hány centis vastag asztal, és akkor mondtam neki, hogy igazából nem vagy szimpatikus, de ugye nem néztem rá, mert már az arcától is kezdtem feszülni, és mondtam neki, hogy inkább megveszem ezt az egész telket, csak ne lássalak. És mondta, hogy nem, hogy ugye, hogy már hallottam a hangját, hogy mondja, hogy nem eladó a ház, vagyis hogy nem akar, már azzal a lendülettel nem rácsaptam, hála az égnek, hanem az asztalra, és ugye, ahogy rácsaptam az asztalra, ugye a csuklóm ugye így eltört, de nem is éreztem, csak a bőröm ugye lógott, és ugye nem éreztem fájdalmat, és annyira meglepődött, hogy igazából szerintem azóta is emlegetem, mert azóta nem láttam. Meg is az asztalt, és utána azt vettem észre, hogy valamiért így mindenki jön felém, és mondják, hogy gyere a kezedet, ugye elviszük begipszelni. És az emberekkel úgy beszéltem, hogy igazából nem neveket mondtam, hogy ők kicsodák, vagy mint az anyukám, hanem már mondtam hozzá nevet, hogy te ki vagy. És csak láttam a arcokon, hogy így elmosolyog, hogy mintha tudtam volna, hogy mit tudom én, hogy te ki vagy, és akkor már úgymond ilyen sunyi mosolyges volt, csak közben még ezt őt, vagyis nevén szólítottam, közben a teste mellett láttam a szellemét, és igazából nem tudtam, hogy most vele beszélek, vagy aki ott mozog, ilyen fura lény, nem tudtam, és akkor ez volt 14-ben, de ennek ugye az a vége igazából, hogy bevittek a kórházba a gipsz után valamiért, nem tudom, hogy ott is fémszakadás, csak azt vettem észre, hogy ez zárt osztály, és körülvesznek bent az emberek. És mondtam, ez így most, szerintem ez egy nem lesz jó játék, de mindegy. És utána már csak azt vettem észre, hogy valaki hátulról lefogott, ugye lekötöztek, és akkor közeledett a vérámhoz a tű, és ugye ott ordibáltam, hogy benadják. Beadták, és valamiatt ott is fémszakadás, utána egy hét eltelt, felkeltem, és utána meg elkezdettek mindennel, legyen az a
mi az a gerinc oszlomba vettek mintát, hogy nem-e valami hogy mondják, drog, vagy vírus, vagy valami, semmi se találtak. Hogy mondják, a 4 hónap után a eredményben nem írta be semmit. De elkezdeni meg a sorba, hogy mit tudom én, hogy patkányméreg, mert mindennel ugye leteszteltek, hogy valamire reagáljak, semmi. És arra nem emlékszem, csak azt mesélték, hogy még nem tudom, de hogy került valami 6 rendőr, ott kitéptem valami vashajtót is. De nekem igazából az jó érzés volt, csak külső szem, ez olyan volt én szerintem, hogy belül nagyon jó érzed magad, de kívül meg szerintem, mint valami állattá válsz. Ja igen, meg el is változott a szemem, már nem köralakú volt, hanem már ilyen ovális, és még a hangom is elment. Azt tudom, azt mondták. Ez volt 14-ben, aztán 4 hónap után kijöttem, 1 év depresszió. De tudtam, hogy itt valami olyan dolog történt, hogy ez itt valami lesz. Csak ennyit tudtam. 1 év után megtűnt a depresszió, mert ugye mindig ugye közben dolgoztam, lehet, hogy nem ment. De azt mindig tudtam, hogy ha gyógyszert szedek, sok vizet igyál, meg kijön a gyógyszer. Ezt tudtam, hogy az jó lesz. És aztán ilyen 2,5 év múlva abba lehetett hagyni a gyógyszert, és már nem gyógyszer volt, hanem ilyen injekciósan adagolták. Egy hónaponként kellett menni a kórházba. Közben találkoztam egy úgymond a látóval, de nem tudom, mert ő igazából tapaszokkal segített, meg hangtállal, és utána megszakadt vele a kapcsolatom. Utána 18-ba kimentem Sri Lankára. Ez egy érdekes hely, mert ott igazából utána vettem észre, vagyis nem utána, hanem a vége fele, amikor ott voltam, hogy sok ásványi anyagok vannak, hogy mit tudom én, mit tudom én, olyan gyémántok, meg olyan, igazából én nem úgy mondtam ezeket, hogy gyémánt, hanem kódok. És utána, ez volt 18-ban, hazajöttem, de ott már nem akkor volt változás, mikor már visszajöttem Magyarban, hanem már mikor jöttem visszafele, már egy pár nap ott már kint már valami megmozdult bennem. Én meg örültem, hogy végre megint visszakaptam magamat. Majd hazajöttem, ugyanúgy több hétig nem aludtam, de nem is szóltam, mert már láttam a szüleimen, hogy kezdenek feszülni, akkor tudtam, hogy akkor jó helyen vagyok, hogy valami kezdődik megint. Csak az volt a rossz, hogy nem volt jó vége, hogy igazán még akkor jártam ez a villás-villás csapathoz, ő se tudta segíteni, de akkor láttam meg ott, hogy igazából nem is tudnak úgy semmit, csak egy pár dologba így belecsipkednek, meg igazából jól eltérítenek. Akkor utána dolgoztam, mert ugye sőriparban dolgoztam, hogy ilyen szállító voltam, és valami az a utolsó nap úgy kezdődött, hogy mindenkivel beszélgetek, és mindenkin akarok segíteni. Ezen voltam megint, és úgy képzeltek el, hogy egy szál pólóba télen, úgyhogy gőzölögtem közben. Szóltak is, hogy mindenben, mondom, ennél jobb nem is lehetne. És láttam a szomszédot, hogy ugye pakolja a fát, mert Erdélyből hozott, és akkor igazából
nem is köszönt el semmit, csak segítettem neki dobálni a fákat, és csak azt vettem észre, hogy már nem fákat dobálok, hanem rönköket. És szóltak, hogy minden rendben veled? Mondom, minden rendben, persze. Mondom, így jöttem és segíteni, mert láttam, hogy kint pakoltak az utcán, mondom, akkor minél gyorsabban bent legyen a fa. És akkor mondta erre a szomszéd, hogy akkor meg vagy hívom majd. Hát mondom, ja, köszönöm. Mondom, de nem ezért jöttem, csak láttam, hogy segítettem. És akkor ott talán tudtam aludni egy max. 4-5 percet, és mondom, most már elkezdek fáradni, és igazából utána nem megéreztem a feleségemet, vagyis akkor a barátomat, hogy igazából ő Izabella, ugye, aki a hősök terén van. És mondom, meg kint van külföldön, mondom, jó, mondom, nem baj, mondom, kimegyek külföldre, kocsival hazahozom, és akkor mindenki jó lesz Magyarországon. Én így leterveztem. És annyira nem tudtam ezt megcsinálni, mert a szülők észrevették, hogy nem stimmelek, és ők már ugye alapból a félelemben vannak mindig, hogy már a hangsúlyokon hallottam, hogy itt is valami majd lesz, és csak beköszöntem, és már a beköszönéssel már feszültem, hogy ahogy ő kérdezték, hogy hol voltál. És ugye nem mondtam semmit, csak visszacsúktam az ajtót, és ugye átmentem a szomszédban. És ugye itt volt a baj, hogy és hogy nem baj, nekem az volt, hogy elmentem, mert nem akartam semmi veszekedést. Átmentem a szomszédba, aki ígérte, hogy majd ugye meghallja, hogy segítettem feldobálni. Hát átmentem hozzá, és valami miatt átjött a faterom, de őt már úgy láttam, hogy igazából ilyen idegbetegként jött át, igazából átjött a szomszédba, úgy, hogy nem is köszön, csak bejött, mint hogyha ő háza lenne, és akkor erre már rá förmettem, hogy ez így nem illik, hogy ha jössz egy más emberhez, vagy egy más épületbe, akkor az nem a tiéd, hanem az más. És akkor mondtam neki, hogy legalább köszönjél, vagy hogy beengednek. És mondja, hogy nem köszönjön, hogy én hozzám jöttem, hogy gyere haza. Mondom, én nem megyek haza, mert mondom, felnőtt vagyok, azt csinálok, amit akarok. És utána láttam, hogy már jön át az anyám, és már láttam azt is, hogy már máshogy csörnek a telefonok, nem mondom, jó, mondom, akkor itt is most kezdődik az átosztály, de már mondták a háttérbe a anyám meg a apám, hogy nem lesz ebből semmi, mondom, És igazából itt annyira felkaptam magam, hogy igazából mondtam, hogy most nem fogok jó dolgot tenni, de amit látok bennetek szellemet, azt igazából most kiütöm. És ugye a anyámat meg a fatramat ugye azt megvertem. Utána egyből bocsánatot kértem, mondom, hogy nem titeket akartak megverni, hanem igazából hogy mögöttetek van szellem, azt akartam igazából ki vezetni, hogy ne legyen bennetek feszültség. Aztán észrevettem persze, hogy magam is van feszültség, de akkor már késő volt. És már csak azt vettem észre, hogy rendőrök, mentőautó, mentőbe ülök, zárt osztály, és akkor mondtam, hogy most ez így. Most megkezdtem a szülőtől, hogy ez így most jó lesz. És ott már nem a úgymond a szeretetet láttam, hanem csak az, hogy az ő szemszögükből láttam, hogy a haragból, hogy azért is most akkor meg szenvedett itt bent. Mondtam, hogy nekem minden most az a 4 hónap. Utána új is vegerek. Igazából ezek voltak. A 19-ben utána kimentem a barátomhoz, a mostani feleségemhez. Igazából mondtam, hogy csak azért megyek ki hozzád, mert igazából meg akarok halni, meg igazából nincs miért tenni, mert nem tudtam kiteljesedni úgy, ahogy szerettem volna. És a párom ugye meg
próbált minden, de tényleg az összes pénzét feltette, hogy CBD gyógyszereket használjunk, akupunktúra, hangtál, minden, és a legvégén csak sajnos, amire nem, ugye, amit nem akartam, hogy kémiai gyógyszert kellett bevetni, és igazából 2 napig szedtem, és olyan, mintha semmi nem történt volna. Igazából ennyi. És most is szedsz. Hát még kell szednem, igen, de szép lassan csökkentem. De nem mindig így jön össze, amikor érzem, amikor csökkentem, és mert ez nem úgy van, hogy most nem szedem, és akkor holnap rosszul leszek, nem, hanem ilyen eltelik 1 hét, és akkor jön ki a hatása. Mesélj el az átosztályon, milyen az. Ja, ez zárt. Melyik részt mondtam be, hogy volt, már nem Hát tudom. elektrosokkal. Ja, igen, tényleg, igen, és a zárt osztályra ugye mindig kihangsúlyozzák, hogy ők nem vetnek be semmilyen régi hagyományos módszer, mint a elektrosokkot, vagy helyetted írják alá dolgokat, ugyanúgy minden megtesznek. Hogyha már nem tudnak veled mit csinálni, már hogyha ugye, mert engem is lónyugtatóval ütöttek ki, egyszer beadták, még jobban felkeltem, úgy mondva, hogy még idegesebb lettem, feszültem. Aztán várt egy kicsit, még beadták a másodikat, még idegesebb lettek, és látták, hogy igazából itt nem tudnak semmit csinálni, és akkor jött, hogy elektrosok, ott meg ugye igazából csak azt látod, hogy sokan körülvesznek, kép elszakad, és akkor utána meg felkezd, hogy mész ki a vécére. És ilyen kényszerzobbanyt alkalmaztak? Az hát hasonló, de igazából lekötöttek inkább az ágyra, az ágyhoz, ugye, hogy csípőből, láb és kéz. És akkor ott voltak olyan dolgok, hogy mit tudom én, éreztem magam, hogy akkor most menjünk le a pokolba minden este, és akkor reggel meg fel szép lassan. És igazából ott rá kell döbbennem, hogy igazából itt csak saját magammal vagyok, és akkor most jön az, hogy nyugtass magad le, kijössz, és mindent kezdesz újból. Mit láttál lent? Bújgott, hogy lent vagy? Mire Az emlékszel? igazából az ördögöt átöleltem, mondtam én, Hogy nekem nincs nézel itt. ki? Vagy mit a környezet? Fekete, piros, ilyen, nem tudom. Igazából az elején féltem, de aztán mondom, lemegyek most. Szóval kommunikáltál? Sehogy. Sehogy nem, mert igazából nem láttam benne semmi úgymond rosszat, csak az én félelmem úgy, nem tudom, jött, és akkor gondoltam, akkor csak azt hiszem, hogy megyek le a lépcsőn, na, megint hova kerülünk. És akkor lementem hozzá, átöleltem, följöttem, és utána a következő kép csak annyit, hogy látom a doki a fejem fölött van, és nézi, hogy mit csinálok. És akkor kérdezi, hogy hol voltam. Hát mondom, azt titok. Nem volt telepatikus kommunikáció az ördögön? Én nem tudom, igazából én csak ott azt éreztem, hogy ja igen, bocsánat, még volt olyan is, hogy lejátszódott, hogy alakult ki a Föld, hogy mentek szét a országok, ugye legyen az Amerika, amikor régen úgy volt, hogy csak a északi rész volt, a lenti meg ilyen kicsi volt, és akkor az a, ugye, hogy át lett formálva, hogy Dél-Amerika ugye kialakult. Akkor láttam a lesődést a Lemuriának, a Moonnak, Atlantisnak, és aztán ugye volt olyan rész, hogy amikor még nem voltam bent az átosztályon, akkor elkezdtem ütni a talajt, hogy hát ha fog a talaj lélegezni, hát nem, az egy kicsit nagyobb erő kell. És mi volt még? Felülről nézted? Már mindit? Az egész sűrűséget. Magamba bent, ahogy lecsuktam a szemem minden, és akkor lejött az, hogy háború, hogy zajlik, hogy lesz. És a Hogy legvége... zajlott, emlékszel? Persze. Mondjuk. És a legvége volt az, hogy a hősök terén, nem tudom, állok sok emberrel, és hiába jönnek és lövöldöznek, lőjenek, mert úgy se az fog megmenteni, hogy lőj le. Utána úgy is találkozunk.
És a végén igazából ott állt le, hogy a katonákat átöleljük, nem tudom, sokan, és megáll minden. És milyen háborút láttam? Igazából itt csak itt a magyarnál láttam ezt, mert igazából oda szűkült össze a kör, annyit tudok, hogy a hősöterén állok sok emberrel, és ott valami lesz. Hogy ott lesz a hely. És az ördögöt miről ismerted föl? Most a színen kívül. Miből gondolt, hogy azzal találkozik? Hát úgy beszéltem pár emberrel, de igazából én azt vettem észre, hogy ez a saját magam félelme volt. Én ahogy így levázoltam, hogy bennem lévő, mert minden embernek van félelme, és igazából kinek sötétebb, kinek mélyebb, kinek erősebb. A félelmed, meg a esetben a rossz szándékod, gyakorlatilag kivetül, és te ezt igazából ördögnek hívjuk, de igazából a saját félelmed szándékod. Látjuk, és azt mi pokolnak akarjuk. Így van, mert sokan elképzel, most mindig mondták régen, hogy az ördög... Így van, nincs. Hát a pokol az a mi kis agyunk, így van, ami visszafog. Szerintem magadban. Tehát minden benned van, lenni is lenni. Hát még odaig nem tudtam eljutni, hogy magamban hogy tudom, mert ugye most abban státuszban vagyok, hogy igazából magamat kezdem megszeretni, hogy kezdjük az alapoktól, hogy lehet, hogy most ideig eljutottam, vagy nem, ugye nem tudom, hogy ez mi volt, de hogy ugye szeretnék lassan a testből kijönni, látni magam, és akkor kezdjük az alapoktól, csak még eddig nem tudtam eljutni. És megnézed úgy, hogy akkor nagyobb élményed volt látni az egészet, mint ma, mikor nem látod? Még egyszer? Hát az egészet láttad magadon belül, az egész történetet. Megnézed azt, hogy akkor többet láttál, mint most ebben a teljesen? Nem tudom, mert a... Amit normálisnak hisz, de a normálisban nem lát semmit. Hát a normális az, hogy nem látunk semmit. Látoztál meg az olász minden, csak azt szinte hihetetlen. Hát az volt, hogy hát igazából ott is bent úgy hívtak, hogy turbo, hogy megjött a turbo, mert ugye én ugye úgy csináltam, hogy mindenkit kivezettem a folyosóra, és akkor adtam nekik előadást, hogyha esetleg nem tudják, hogy hol vannak. És... Nyugodtan. Nyugodtan meg volt olyan is, hogy egyik srác szegény UFO-t látott, mondom, az szar lehet. És szegényt úgy kiütötték, hogy utolsó percre tudtam neki megmondani, hogy igazából hívja fel ezt a számot, hogyha valahogy tudod, hogy segítsenem, mert tudom, hogy van. És szegényen láttam, hogy ugye végre valaki elhiszi, amit mond. Mondtam, hogy csak ennyit tudok csinálni. Mondom, én is itt csömbbe vagyok, a szám be van fogva, de ha kijutok, akkor megint alkotok. Kiderül akkor, hogy a úgynevezett zárt osztályon, pszichiátrián, igazából legtöbbször azok vannak benne, akik többet látnak, mint a mindig. Pontosan. Erre azt mondja egyébként Petúr, hogy ugye, mert mi ez az egész? Folyamat. Az agysejtek. Gyere, nyugodtan. Gyere. Mert azt akartam kérdezni, hogy ez a legelső dolog, amikor kiutaztál, ott valami élményben biztos volt részed? A legelső, mert hát ez a... Igazából csak annyi, hogy tudjak szörfözni, hogy a hullámot meg tudjam lobogolni. De ott is volt egy flash, hogy a hullám valami mindig visszajövőd, és annyira ingerikén voltam, mondom, hogy nem hiszem el, hogy mondom, más ember átvegy a hullámon, én meg nem. És ugye olyan volt, mintha még vízöntő vagyok, mondom, lehet, hogy én is valami ilyen vízhez közel kapcsolatosan éreztem dolgot egy pillanatra, de nem tudom. Hogy valami olyan találkozás történt, ezt most én is veszem át az anyagokból, ja. Hogy akkor... Mert valamitől túlzottan beaktiválódtak az agysejtek, ez egyértelmű. Igen, tehát olyan éreztem, szinten, mert ez a tisztánlátásnak, ez a turbófokozata, igazából belegondolunk, ezt tanítjuk, hogy
uraljuk a teret, az időt, végtelen energia, nem kell enni, nem kell aludni, ja, tehát értitek? azt is Tehát láttam, igen. erőn, vagy földön túli erő, hát ez már az isteni szellemnek a megnyilvánulása, csak hogyha ez a felébredés kontrollálatlanul történik, mert valami sok hatás kiválthatja. Tehát ez kiválthatja valami olyan mezőnek a találkozása. Nem feltétlen az, hogy ülsz. Vannak ugye ilyen pszeudítszerek, az is ki tud váltani, de hogyha egyszerűen csak történt valami, mert elutaztál, és ott éppen belekerültél egy olyan tér találkozásba, ezt így mondja Graboly, tanuljunk, hogy a yeti embere is, mikor megjelenik, akkor hirtelen olyan téridők találkoznak, ő igazi úgy mondta, hogy ilyen információs terek, hirtelen véletlenül találkoznak, az a yeti élő itt maradt a régről, és akkor hirtelen valamiért észreveszi valaki. Tehát valós lény, ez is benne lesz majd, most nem tudom, amely, hirtelen a mi dimenziónkba. És nekem az jött egyébként, hogy valami olyan, csak hát ezt megint csak itt a hullám szinten lehetne megérteni, és mondtad, hogy szörföztél, valami olyan kapcsolódott be hozzád, ami beaktiválta az agysejteket, az tuti, és utána, ugye, ha ehhez nincs kellő tudati éberség, és nincs az ember felkészülve, ezt mondta Petrov úr, hogy óvatosan kell a gyakorlatokat. Hát úgy olvastosan, ezekben, amit mi csinálunk, nincsen ilyesmi, de azért ki lehet adni egy ilyen irányítást, hogy harmonikusan a fejlődés, mert különben, így mondta, hogyha egy 10%-nál több agysejt elkezd beaktiválódni, akkor zárt osztályra lehet kerülni. Konkrétan... A utaztatás ezért veszélyes, hogy... Igen. Tehát konkrétan ilyenkor azt mondja, akik ott vannak ezekben az osztályokban, azok elkezdték látni már azt, amit te is mondasz, de nem tudnak vele mit kezdeni, mert még nincs hozzá ez a valójában az a tudat, amivel mi itt élünk, valahol azért is kell ez a fajta összerendeződés, mert különben ugye belül te úgy gondoltad, milyen érdekes, azt mondod, hogy ez így jól érezted magad, de a külvilág számára ez egy abszolút abnormális tevékenység, igen, és veszélyes lehet a környezetére. Ezt mondták sokszor, igen. Igen, emiatt, mert ezt kellene megtanulni, de valami nyilván kiváltja, ezek a szerek biztos, hogy hát a mostani tudás szerint ezt adják, de nem itt lenne a megoldás. És hogy láttad ezt is, és ezt erről is mennyit olvasunk, hogy láttad az ember mellett megjelenő szellemi testet. Hát ja. Abszolút beleláttál abba a világba, amiről mi itt mesélünk. És ugye a szemet is, ugye az átosztályon néztem a szemeket, mondom így viccből, és ott is furcsa volt, hogy a szem is, ahogy elmozdult, mindig láttam a háttérben, hogy ott a szem mellett van még valami. És nem tudtam, hogy mit, csak ugye elmosódtam, mert tudtam, hogy azok is jó emberek. És visszatérve, hogy mitől lehetett ez, én azt mondom, hogy igazából az idő eltolódás is szerintem ott a agyamat megváltoztatta, vagy a hormonokat, mert mondták, hogy a 2019-ben 5 hormonom nem stimmelt, a nullán volt. Szerintem ennek ezek olyan hirtelen egyből egy. Ezek olyan, hát akkor vegyük a tananyagot, amiben most hogy alapból nagyobb benne vagyunk, hogy azok az információs jelek, hát ez megint, tehát Graboly egy olyan ember, aki ezt így mind el tudja mondani, van egy információs vázunk, és vannak elsődleges, másodlagos, harmadik sorolja ezeket a úgymond gyenge jeleket, és a harmadik szintű az, ami abszolút váratlan, mert mondtad ezt a gyerekkori sérüléseket is, igen. Hirtelen váratlan eseményt fog okozni ez a harmadlagos információs jel, ez azt jelenti, ez egy csoda magyarázat arra, amikor hirtelen mondjuk beszélgetsz valakivel, vagy valamit csináltok, vagy éppen te csinálsz valamit, és hirtelen váratlanul, és ez olyan az, hogy mint a higany megjelenik, vagy eltűnik. Tehát ez hirtelen igen. Okoz tragikus, vagy nagyon-nagyon vészes eseményeket, de váratlanul. Tehát akár 20 évvel azelőtti személyes élettörténetben valami beaktiválja az információs mezőbe, hogy mi váltja ki, éppen mi okoz, hogy akkor egy 20 évvel ezelőtti rég elfelejtett az ember, de lehet, hogy pont találkozik egy illetővel, aki valamit mesél, és ilyen történeteket hoz például. Ülsz a repülőn, melletted egy csinos szőke nő, ez is benne van az anyagban, és elkezdi mesélni a dolgait, te beengeded ezt az információt, és úgy szállsz le a repülőről, hogy
történnek a katasztrófák, meg a nem jó dolgok. Tehát hirtelen csak annyi, hogy egy egyénnel, egy illetővel, és ezek az információs terek elkezdenek találkozni, valahogy átkerül hozzád, és beaktiválódik nálad egy olyan, ami egyébként nálad raktározódik, de kiváltja valami. Tehát valami kiváltotta, és nyilván itt az aggyal, ezek összefüggésben vannak, én csak ezeket így rakom össze, egyébként ezekre abszolút, csak nem graboly, nem csinálja személyes dolgokat, de azonnal el tudnám mondani, hogy ugye amikor ilyen elég furcsa elváltozások vannak, vagy valami nagyon nem jön ki, vagy nincs rá magyarázat, már végigjárom minden iskolán, akkor éppen ez a mező elméletekből fognak választ adni, de hogy legyünk okosak, és akkor itt megint azt mondja, hogy ilyen például a rák is, ami figyel, és hogyha az ember elkezdi magát úgymond elengedni, valahol megborul a stabilitása, ez lehet egy instabil érzelmi állapot, egy sok hatás, ami kiváltja, akkor hirtelen beengedi ezt az információs jelet, és az információs jel a rákra vonatkozóan, ugye például, vagy más betegségre. De itt, főleg ez a hirtelen váratlan eseménynél ezt a harmadfokú jelet mondja, hogy ez szinte minden esetre ez a magyarázat, és ezek nagyon is, ezek nem gyenge jelek, csak láthatatlanok a szemnek. És ő ezt ilyen kvantumkamerákkal tudja rögzíteni, és látja, hogy az egyén körül, és itt megjelenik, ő így hívja, hogy hívhatjuk ezt asztrális testnek, de nem jó kifejezés az asztrális test, de feltűnik a kamerán, hogy ott van az ember mellett ez a szellemi test, és látható, hogy tehát ahogy itt beszélünk, hogy itt is folyamatos információk mennek, és azok ilyen, mint ilyen, biztos látátok már azokat a villogó pontokat, hogy tehát rengeteg igaziból, ezek azok, amiket mi lereagálunk, mert nagyon sok van, csak ugye ezt a szem, nem a szem, a tudat az, amely így fogja meg az agykéreg, és ott valami csak történt, mindegy a megoldás, ugye ahogy mondtam is neked, hogy a tudatot kell úgy, fel kell úgy emelni arra a szintre, hogy ezt a belső stabilitást, ezt mindenképpen meg kell erősíteni, mégpedig megint csak, és ez megint ilyen jobb meg bal agyfélteke, vannak rá egyébként komplexebb gyakorlatok is, de mindig magunkban ez az alap, ez az örök vagyok, az Isten gyermeke vagyok, akár kijelentő szándékot, kijelentő szavak is, én vagyok maga a szeretet. Konkrétan lehet ugye olyan technikát is, hogy mint egy farokcsontra koncentrálni, és onnan kiterjeszteni ezt a szférát, mert valami jel, tehát ez, hogy ez újra megjelent, ez azt jelenti, hát ha már itt tartunk, szerintem ez egy nagyon-nagyon különleges téma, mert erről tényleg még Petrov se beszél. Minden ember valamit csinál, az megmarad. Tehát van egy ilyen, ez is egy törvény, ez az első szintje az információnak, hogy megmarad. Az információ megmarad. A második az, hogy amit kiadunk, és ez a úgymond a karma, az azonnal kimegy a föld fölött egy gyűjtőszférába, itt a holdnak nagy hatása van amúgy, egy 2 kilométerre a földtől van egy jó nagy szféra, a föld északi sarka felett, és ez úgy néz ki, hogy, és ezt a példát hozza, mert valamilyen neked mindig visszajön egy nyitott csatornán ez az állapot. Tehát arra akarok kitérni, hogy azt mondja, hogyha vezet a sofőr, nem figyelt a kocsijára, kiengedte az olajat, csöpög az olaj, az autó az megy, mellette ül az anyósülésen egy hölgy, az autó megy, kifolyta az olaj, folytott egy gyalogos, elmegy, elcsúszik, és amit okozott a sofőr, ugye balesetet okozott, ez azonnal, ez a történés, hogy ő okozott egy balesetet, ő maga, ez azonnal felmegy, és ez minden egyes esetben így van, tehát amikor erre rájövök, hát ezeket mondogattam neked a múlt héten, az már milyen, hogy amit csinálunk, az mind azonnal bemegy ide-be a gyűjtőszférába, és visszatér, eloszlódik ez a kettes törvény, szétoszlódik a földi információs mezejébe. Azonnal visszajön a küldőhöz, de ha ő, a sofőr, védett, stabil, harmonikus ember, az örök életben van, a szeretetben, az isteni védelemben van, a Jézus minőségében él, és ő egy abszolút, mondjuk úgy, hogy tudatos és nagyon-nagyon jó ilyen lélekember, ez a visszaérkező jel, amit mondjuk ő okozott, ja, ott ő mellette az anyós pajti, hát az meg itt, nem tudom,
mindenféle csöverészik, és csak azt veszi észre, ez ugyanaz, mint a repülős, hogy kiszáll az utazás után az anyós, és megfájul a feje. Ez az, ami hirtelen, hogy nincs magyarázat. És egy a lényeg, hogy ez a visszatérő jel, tehát valamit ugye okozunk, és ez visszatér. Hogyha az emberek ezt nem tudják, akkor konkrétan így szól egyébként ez az anyag, be tudják engedni, vannak ilyen szabad, nyitott csatornáink. Tehát ugye mi nyitva vagyunk a külvilág felé. De ez a nyitottság, ez úgy legyen nyitott, hogy ebben a minőségében legyen, hogy tömör isteni szeretet fény, különben bármi szutyok, ami jön az információs mezőben, ez lehet a pandémiás vírusok, tehát bármely vírus, bármely betegség, ez mind beáramlik a mi nyitott csatornánkon. És ezt, hogy ezt le kéne zárni, ezt a csatornát, ezt akartam mondani, mert valamiért ez mindig visszajön ez a jel. Legalábbis most kétszer visszajött, de ennek nem kéne, hogy visszajöjjön. És ezt úgy szoktuk ábrázolni, hogy ugye itt van, amit te létrehozol, egy gyönyörű, szép, ez is megint csak ez az isteni fehér szféra. És ugye ezek ilyen láthatatlan jelek, de úgymond, mint egy olyan lufi, megint csak a szféra, ami jó, stabil, olyan, mint egy fólia, mint egy fóliával bevonnánk, és kintről érkező szúrós, tüskés jel kiindította el, honnan érkezik. Nem feltétlenül kell itt idegen civilizációkra gondolni meg, hogy most valaki használja a testedet, mert sokféle verzió van, de akkor is valamilyen ártó jel érkezik feléd. És ezt az ártó jelet, mondjuk úgy, mintha egy ilyen tüske lenne, neked olyan szinten meg kell erősíteni ezt a tudati szférát, hogy semmi ne érkezzen be. És ez egy tudati munka, és hogyha az ember itt még úgy érzi, hogy gyenge, akkor kérje a Teremtő, a Jóisten segítségét, hogy védve vagyok, sérthetetlen vagyok, az örök élet vagyok. Tehát vannak nagyon erős kifejező mondatok, és akkor, ami érkezik bármikor, bárhonnan, hát ez egy ilyen folyamatos, de nem kell így mantrázni, hogy most állandóan ezt hajtogatom, hanem reggel létrehozom, és naponta többször, mondjuk, vagy 3-4, hát 4-szer minimum úgy kéne monitorozni. Hogy igen, ez megvan. Hogy tudja, hogy tudatosítsam, ez fontos, mert tudatosítani kell, mert valami ezt úgy bekapcsolta, és valahogyan, hát ez csak ilyen első gondolat, de nyilvánvalóan van egyébként erre is konkrétan számsor, azzal is lehet, de talán ez amire, és erre nem fognak az orvosok magyarázatot találni, mert ez egy hullám természetű dolog, ez biztos. Azért van az, hogy látod, a kémiai anyag nem hatott rá, hát egy ilyen agysejt kapacitásra, hát érted? Hát, aki látta a Lucy című filmet, egyébként ott... Ez pont az, hogy ezek a szupererők, meg ugye hallod előre, hogy csörög a telefon, mert mi is azért már gondolom, hogy kifejlődött bennetek, hogy én is hallok néha a telefon előtt egy másik hangot, bizonyos hangot, és tudom, hogy most megfog, de olyan is, hogy nem szólal meg a telefon, mondom, akkor most milyen hangot hallottam? Tehát azért úgy beaktiválódnak területek, ez biztos, és ezt sőt, a legelső évben, 13, amikor az oroszokhoz, mi orosz turista csapatból, de ismerték Petrov urat, és mondták, hogy jövünk Judit hozzád, értjük, lesz tolmács, az Magyarország, de mi nem akarunk tisztán látni, nekünk ne aktiváljatok be semmit, külön kértek, mondom, hát ez így megy, hogy mondom azt, hogy nem, mert akkor olyanokat látunk, amivel nem tudunk mit kezdeni, hát mondom, jó, hát nem itt járunk, de volt olyan, ezt is csak a tanfolyamok elmesélése által, akinél gyors ez az ébredés, de hát ilyet nálunk nem volt Magyarországon, külföldön volt egy ilyen emberke, aki járt azért ilyen indiai körökbe is, és hirtelen gyorsan kezdett el agysejt aktivitásba, és hirtelen megnyílt úgy a tisztánlátás, hogy mindent látott, ett az ételt, és látta, hogy előtte a szakács mit beszélt. Hát látta az információt, ami hozzáköthető, hogy előtte kire gondolt a szakács, kivel volt együtt. Látta az emberek fejébe a gondolatot, tehát tényleg úgy, mint a filmekben. Ezt egy hétig bírta, és azt mondta, hogy akkor most utazok el. És elvonult valami asramba, mert egyszerűen mondta, hogy akkor ez az kész őrület. Tehát nem tudta kontrollálni. És Román Girajló is mondta, hogy amikor neki is ez megnyílt, ő először ilyen kocka forma, mert ez az isteni logika, meg tudat elkezdett, ő azt mondja, azt látta, hogy az emberek körül ott van ez a szféra helyett, kockákat kezdett el látni, és látta mindenki fejéből, hogy mi zajlik, mit fog kérdezni azonnal.
Egy ideig érdekes volt egyébként, hogy mindent látni, és utána azt mondta, hogy jó, ő akkor ezt kikapcsolja. Tehát ő már megtanulta szabályozni. Szóval ez egy nagy munka, hogy ezt megtanulja az ember szabályozni. Tehát, hogy ne zavarja, mert a hétköznapi életvitelt ez biztos, hogy nagyon zavarja, főleg, hogyha látja is a dolgokat. Mindegy, szumma szumárum. Megint csak, még esetleg erre a farokcsontból kiindulót azt lehet igen használni, mert ezt is pont azért mondja, hogy mert ami visszaérkező jel, onnan és a hold, a teli hold esetén megnő a balesetek száma, illetve akkor túlzottan nyitva vannak ezek a csatornák az embereknél, és teli hold esetén azt mondja, más úton jön az info. Ezt értsük úgy, itt az információ, oda felmegy, és utána szétszóródik. Mindenkihez jut valami. Tehát ezért van az, hogy kollektív tudati szinten a többség az létrehozza ezt a valóságot, és amit teremtünk, azt visszakapjuk. Ezért mondja azt Petrov is, hogy ezzel azért is kell vigyázni, hogy na, jön az minden vissza, és még úgy is, hogyha nincsen mögötte tettlegesség, csak gondolati szinten. Az oltásoknál, tehát most nem ennél az oltásnál, hanem még a régi-réginek, ez a zöld könyv, amit mutattam, abban van benne, hogy hogy pusztítsuk el a mikroorganizmusokat, vagy ugye a vírusokat, ezért kitalálták az oltóanyagokat, de nem gondoltak a hullámszinten való valóságról, hogy fizikai szinten lehet, hogy el akarjuk pusztítani, de az egész planétát illetően az, amit itt csináltak, és nem ebben a században, hanem már réges-rég óta, az mind a hullám szintű terjedésében, mert egyszerre vagyunk ugye anyag, meg a hullámmezőben is, és ott ez mind vissza fog ütni. Igen. És hogy ezt arra nem gondolnak, hogy az anyag szintjén el akarja pusztítani, de ez valahol majd vissza fog csapódni. Úgyhogy hát valahogyan így. De. Még gondolkodtak, beszéltek a holdról, mint szerepéről, meg egyáltalán mi lehet? Igen, már itt kérdezték. Hát azt nyilvánvalóan tudjuk, hogy ott vannak. Hogy kik és miért. Egyszer nem a hold volt akkor a téma, hanem a Marsról beszéltünk, a kutatóállomásokról, meg a többi bolygón, meg hogy voltunk, és hogy így indított, hogy Tiamat, Faéton, Mars, és akkor... És akkor persze, ezekről ő mesél. Egész igen. Életlenül. Igen, igen. És a valóságot tagadjuk. Ezeket mind, hát ilyen kozmikus történelmet régeség kéne az iskolába tanítani. Hát ez olyan érdekes. Hát érdekes is. Simán beszélnek róla. Hát, itt meg, ez mire itt erre itt van lesznek. De a holdot ő nem említette, nem tudom, de majd mondjuk meg kellene kérdezni, és amikor volt ez a Mars, szóval is tönkretettük a klímát, mert ott is voltak, ugye, voltak élőlények. A Vénuszon is voltak, igen. A Vénuszon is. Azt is tönkretettük. De a bolygók helyzete változni fog, tehát kicsit, tehát át fog rendeződni itt a nap, hát most, hogy mikor, meg bejön egy új bolygó, amiről beszélek, mert sokkal elnyújtott a pályán megy, és az közeledik, ezt még Grabo is megmondta, és ez majd be fog jönni, és annak van egy óriási, ez egy jóval jó, egy óriás bolygó. Óriási. Hát tudom, hogy ezt szokták mondani a Nibiru-t. Ő szerintem nem azt mondja. Nem, mert nem arról volt szó. Tudom, mert hogy van, hogy az jön. És akkor a bolygók átrendeződnek, és amikor a Marsnál volt ez a... Jó, nincs légkör, akkor átugrottak ide, de előtte már, ugye, amikor ez a Phaéton bolygót felrobbantották, annak a maradványai ott az aszteroida volt, és akkor, mintha akkor említette volna a holdat, hogy volt ez az óriási nagy kataklizma, és akkor egy nagyobb darab valahogy... Mert akkor még nem volt a hold, ami kísérünk. Nem volt. És mintha akkor csapódott volna, vagy jött volna ide, és hogy most ez... A napról beszél, hogy a nap az egy élő plazma. 95% élő tudati plazma. Nem igaz semmi abból, amit a csillagászatban tanítottak. És járnak oda le, és töltekeznek, és valójában ott vannak az űrhajók, és ez egy portál, amin át lehet menni, úgyhogy egészen más itt a... Igen, egészen más a valóság, csak ugye más dimenziókról kell itt beszélni, ezt tudjuk,
és szabályozza, a nap szabályozza azt a fényt, amit ad ki, beszélő a, mi az a fénynek a másik, a tahionokról is természetesen beszél Petrov. Sok ilyen élő előadást szokott tartani, és ezeket a hiperboreákban leírogatja, hát majd utána a harmadik, negyedikben, és a nap szabályozza azt a fényerőt, amit mi képesek vagyunk felvenni, az, így mondta, a mi naprendszerünkben egy transformátor, mert ő a mi csillagunk, ő szabályozza azt, élő tudat, és ahogy egyre több és több fényt enged át, azaz magasabb rezgést, úgy változik itt is minden, ami agyunkra is hat. És ugye most jönnek ezek a, mert folyamatosan jönnek ezek a magas áramlatok, ezekre is fel kell készülni, mert ez érint mindenkit. Úgyhogy csak az marad, hogy belülről stabilizálni azt, hogy valójában ki az ember, és mi az ő hatalma, és hogy ezt a belső erőt, ugye ezt nem lehet ártásra. Hát ez egyértelmű, tehát ártani ezzel nem kell, tehát ez biztos, hogy kontrollálni kell. Hát majd, de jó lesz az. Mert ha az ember így felismeri, szerintem csak ugye belülről is, úgymond, és amit mondta az ördög, az abszolút, abban a Mentsd meg magad könyvben ott van, Petrov úr, mikor elment ebbe a nagy ébredésében, a különböző, és itt a Bardo csatorna is írta, hogy milyen szinteken járt, ő találkozott neki, azt mondja, háromfejű vagy hétfejű, mert mindenkinek van vagy sárkánya, vagy ördöge, vagy valamilyen van, amit ő maga hoz létre. És mikor elkezdte levagdosni a fejeket, így mondta a teremtőnek, add ide az alfa kardomat, hadd nyessem le őket, és egyre több lett belőlük. És azt mondja, kivel küzdesz még mindig? És akkor megmutatta neki, hogy akkor most már 1000 fejű sárkányod van, és akkor most mit csinálsz? Hú, hát ez hogy van, hogy egyre több van? Hát nem tudom őket elpusztítani? Igen, ez egy párbeszéd, ez egy nagyon különleges könyv, mert ezt a belső utazást írja le, meg a fizikai síkon is, hogy mi történt, és hogy valójában ezt a sárkányt, ezt az ördököt, ezt mindenkinek fel kell ismernie. Önmaga. És ez van. És ő önmaga hozza. És ez a nagy bölcsessége Gravoynak, hogy a teremtő, amit megteremtette, minden jó. De bizonyos hangok, ha egymás mellé kerülnek, vagy színek, együtt diszharmonikus hatást keltenek. És az ember az, aki alapvetően ebből a jóból képes létrehozni a saját ördögét, a saját démonját, ami aztán a pokol tüzére veti őt. Tehát az ember hozza ezt az egészet létre. Nem így akad, hogy az ő kínja. Igen. Más sincs meg valóságban, az ő kínja. Még azt is képesek vagyunk így holografikusan kivetíteni, hogy mondjuk a lakásban csörömpölnek, mozognak a tárgyak. Hány ilyen, ez is konzultáció, hogy őt követik, őt benézték, őt ott vannak, mindig ott van, belép a szobába, magának vetíti ki, és ez volt a válasz a Románnak, hogy a tudatot csinálja. Ezt a te tudatot produkálja. Minél jobban félsz tőle, annál inkább, és mindig ott lesz. Ettől függetlenül tudja, hogy vannak, akik járkálnak, meg így mondja Petrov, itt ülünk 24-en, és még itt vannak, vagy 10-en. Figyelnek és tanulnak tőlünk. Mert még az angyalok is kíváncsiak az örök élet tudására. Hogy nagyon sokan ilyenkor a szellemvilágból is jönnek, és figyelik, ami zajlik ezeken a tanfolyamokon. De azt mondja, nem kell ettől félni, itt vannak, de vannak olyanok is, akik egyes embereken keresztül, mert hozzák magukkal ez a sötét démon. És ott is csak ezért is van az, hogy a tanfolyamokon itt semmiféle ilyesmi nincs, mármint, hogy rossz dolog. Nincsen. Max, hát ez is csak ott Petrovéknál volt, hogy egyszer egy nő az utána felállt és kiszaladt, mert belőle kiszállt egy ilyen démonszerű hölgy, de ezt ugye a tisztánlátó látta, és elkezdett közeledni felé, és egy nagyon beteg nő volt, és tulajdonképpen a benne lévő az a szellemlény, vagy hívhatjuk entitásnak is, ő elkezdett közeledni Petrovék felé, és ők meg mit mondtak? Itt az isteni szeretet van. Gyere! Gyere anyuci ölére! Itt minden vár, ami isteni. És ilyen nagyon nagy biztonsággal mondták, és ez a lény visszafordult, bement a hölgybe, az meg kiszaladt. De nyilvánvalóan ezt így az ember csak azt látja, hogy akkor most gondol magán egyet, és kiszalad. Tehát, hogy vannak ilyen megkísértett emberek, akikben ez a, sőt, Petrov ezt még erősebben így mondta, a halál egregória is eljött egy bizonyos nőn keresztül ide, és kereste, hogy ki itt a gyenge láncem. Ki az, akit el tud vinni. Mármint úgy, hogy ez nem igaz, ez az örök élet, akár szavak szintjén, akár győzködése, és ez az erőmező, ez az egregor, ezt maguk az emberek
Ez benne van, ez itt van a Föld információs mezőjében. Hogy rajta tévlik? Abban mi van? Na hát igen. Ott is, hogy vissza. Fotóztátok? Tényleg. Hát, nagyon, nagyon durva. Hát de ott is. Hogy is ott a nő? Ott egy entitás. Aha, ja, igen. Igen, emlékszem. Ugye, és hogy jön vele valaki? Igen. És ott figyel. Tehát te ezeket nyilván láttál ilyeneket? Igen, csak annyira gyorsan. Hát csak gyorsan, igen. Meg, hogy... Azt nem mondtam, hogy... hogy mi? Nem, ez csak ő mutatta, hogy ő is. Tehát, hogy valójában... Igen. Hát de, tehát bizonyos testeket így meg tudnak szállni, ez biztos, tehát ez egyértelmű. És ugye visszatérve, hogy gyerekkoromban leestem falucsontra, ugye két és pébetet lezuhantam, és ugye elcsavarodott a falucsont, és a 97-es csigőn meg összemezett. És ugye mondták, hogy ha elmozdultam, akkor toroszék van, de ugye nem mozdultam el, hanem ugye egy sok hatás érte ugye az agyban, meg a falucsont pont a két fő központ. Na minden, akkor mert... pont ezért mondom, akkor oda koncentrálj, farog, ott a tömény sűrített fény, hát akkor jó, betaláltam. Mit jelent az, hogy bolond? Érdekes, igen. A bolond. A bolond? Aha. Amit azt mondjuk, hogy bolond van. Hát többet lát valami, igen, elkezdett. Hát a bolond itt a hétköznapi értelemben, itt abszolút ugye ide nem illik, de nem ez a normális látásmód, hanem ez a másik világ. És az udvarokban is voltak ilyen udvari bolondok mindig, és azok, azok tisztán láttak. Igen, ezt akartam mondani. Mire elviselte az uralkodó a király? Igen. Mert ő neki hitt. Mert ő neki hitt. Csak ugye ez az udvari bolond, gondolom úgy, hogy úgy olyan köntösben mondta el, vagy egyszerűen nem is értették, amit elmondott, vagy egy kicsit át lett írva, és ő volt az, aki adta a tanácsot, és ő látott, tisztán látok voltak, biztos. Igen. Hát mert nem akarjuk tudni a hátteret. Igen. Na jó. Na? Jó, úgyhogy akkor farokcsont meg. És a fizikai erőt most is megvan? Halló? Érzem, hogy nem. Azt érzem, amikor megvan. Érzem. Azt érzem, mert akkor igazából annyira úgymond van megnő a önbizalmat, még hogy egy kicsit valami nincs semmi határ. Na jó, akkor mindenképp ezt a... Meg hát van ilyen, még olyan technika, azt itt nem mondtam az előadáson, hogy lila fénnyel való munka. Ez a lila, ez a fertőtlenítő vagy tisztító szín, mert az első, amit láttam én is annak idén ott az életfán, meg most is teszteltem az embereket a 3 napos, az első napon már látták a lila szférát. Ilyen lila gömbök kezdenek el repkedni így a térben. És ezzel a lilával, mert az olyan szép lila, tehát nem, olyan mélyebb, nem, amúgy mélyebb lila, talán annál egy picit világosabb, mint ott az, és ezzel a lila fénnyel ezt hozni magadra, vagy gömbbe, meg a farokcsont, igazából az egész ember köré, ez lehet gyulladás, a fogra is, amit mondtam, tehát mindent lilába, utána meg ez a ragyogó, akár az arannyal valaki, azzal dolgozik, azt szerintem kicsit nehezebb látni, az lehet, hogy kell egy kis jártasság, vagy csak egyszerűen egy erőteljes, szikrázó fény, azt ugye, hogy lesz az a szint, amikor meg tudod különböztetni, és a kéket is látod, most a zöldet is látod, hogy olyan gyönyörű színeket látsz, sokkal élénkebbek. Ezek az új mobilok szép színeket tudnak kreálni, de ez még annál is sokkal pezsgőbb. De ez is olyan, hogy hol jön, hol nem jön. Tehát általában ahhoz már nagyon extra sense-nek kell lenni, meg hát az, hogy így a sejtek szerkezetét, hát ez már, hogy Grabo ennek az asztalnak a molekula szerkezetét látja. Ez most
Még nekünk ez távol áll, nem is feltétlenül kell nekünk ezt látni. Ezt még Petrov is mondta, ezt ő se látja. De erre megsúgták, hogy de minek lássál? Ha te mindent tudsz, akkor minek kell látni? Csak hát ezek különleges képességek, kinél mi fog megnyílni. Mi ezt azért kiszoktuk mondani így, amikor gyakorlunk, hogy és minden az én fejlődésemnek megfelelően harmonikusan történjen. Ne akarjunk túl gyorsan gyógyulni se. Amikor volt a nagyon összetört gyerekek, és már mint páciens is oda mentek Petrovnak ezek a tisztán látó gyerekei, és akkor mondták, akkor ezt is javítjuk, ezt is, azt is, azt mondja, na, lassan, a test ezt nem bírja ki. Nem lehet hirtelen mindent, előbb a vesét, utána ezt. Szóval miért nem? Hát mindenre küldjük ezt az isteni energiát. Szóval a test nem bírja ki, ott marad. És ott is, hogy fokozatosan. Ez is egy ilyen. Szerinted az, hogy most egyre inkább felkapott az a vágy, meg igény, hogy az emberek egyik pillanatra a másikra supraszensz, extraszensz képességek akarnak rendelkezni. Én szerintem... Én most mondtam az elején is, hogy... Az, hogy önromboló lesz. Önromboló. Előbb-utóbb megkaptam. Igen, igen. Jár, nincs felkészülve hozzá. Órákig meg fog kaptanni, mert a megkaptanásnak az első eleme az, hogy már illúziót valóságnak lát. Igen, én biztos, hogy... Van, nincs veszélyenek a extraszenszi, szupraszensz hajlam? Hát de, meg az, hajlam. Megmondom, engem is hívtak már ilyen kamrába, meg olyan kamrába. Ezt így magadtól kérdezd meg. Én beszéltem egy-két emberre, én mindent kipróbál, ami új. Mindenhova befekszik, mindenféle technikában. Igen, és hol itt, valami, tehát nincs meg az az egyensúly, meg mindig rohangál ide vagy oda. A realitás is. És egyszer csak a úgynevezett 3D-ből, amit megszokott, hirtelen, én már mindent tudok, én már érzékelek, és én már lebegek, és nem vesz észre, hogy nem csinál semmit, de a külvilág látja, hogy valami nem tisztít. Igen, és ő maga nem vesz észre. És ő nem vesz észre. És ő nem vesz észre. Igen, igen. Ezt szerintem abszolút nem lehet sietetni. Nem lehet. Sőt, nem is kell. Ezért mondtam az elején is, hogy túl türelmetlenek voltak, itt elkezdődött a Covid, na akkor most minden borul, és akkor ez nem. Itt, hogyha nem harmonizáljuk a folyamatokat, és ez mindenre igaz, a pénzügyi, a gazdasági dolgok, az egészségügy helyzete. Fokozatosan. Több ezer év alatt vették el? Hát nem. És hát most mi ez a két év? Nem, nem. Vagy fél év? Nem. Több ezer év alatt sikeresen levettek, de úgy, hogy már nem lehet. Tradíciókkal kell. És ez még mindig így van. Az életfában is azt mondták, ha 5 évig valakinek jöttek, hogy én is tanítanám meg, én is, és most már én is azt mondom, ha 5 évig, elmélyedsz benne. Tehát akkor így soknak tűnhet az 5 év, de nem sok az, így elröppen. Hogy minimum kell egy 5 év, hogy tanulmányozd, hogy belemerülj, hogy tapasztalatot szer... Igen. Hogy tényleg ezt úgy magadénak érzed, mert sok iskola van, ennek is nyilván megvan a szakzsargonja, de igaziból ez az 5 év, és mit mondott? Mert nekem is, mikor addig mindig az orosz oktató jött, és mondta, hogy akkor jó, taníts el életfát, mert, és figyeljünk a szavaikra, mert azért ők ugye látják az embert, meg a szándékot, tudatilag már mindent értesz. A tudat már ott van. Ugye ez a megértés, ez a logikai is. Bologat is, mint a kutya. Igen, mindent értesz, látszik, hogy igen, és majd utána fognak, és már jönnek azok a képességek, de nem feltétlenül kell egy szuper képesség, de ugye a legelső a tudat, utána majd, vagy vele együtt jönnek bizonyos szintek, vagy az érzések, mondtam, ez szerintem a nőknél ez itt nagyon erős, hogy érzés szinten mennek ezek a ébredések, és ez a lényeg, hogy az 5 év meg azért is fontos lehet. Egyénileg más is más, de azért én most megfigyeltem most már így a 10. évben, hogy ahhoz nagyon kitartó, és vannak hál' Istennek, akik már 9-10 éve jönnek, és még mindig úgy gondolják, hogy ez az út, és el lehet nézni máshova, meg lehet menni, de hogy úgy ne kutyógassuk, mert sok iskola van. Sőt, Graboly külön megkéri, hogy az ő meg aztán senkitől nem idéz semmit. Tehát Grigori Graboly egy saját rendszert állított fel. Egy saját, nagyon különleges rendszert, óriási tudástárházzal, és ő nem hivatkozik soha senkire. Soha senkire, hanem közvetlenül kapja, mondja. Petrov is ezekkel a hiperboreákkal, hát erre ott állt Igor, és mondta, hogy
Igor Erepje. Na, ez csoda. Tehát ilyet a Földön még nem írtak, ezt a fajta őstörténetet, mert ez nagyon kell, és azt mondja, ez bomba siker, és ezt ki kell adni, és az emberekhez el kell jutatni ezt a tudást, hogy ezt az eredendő minőséget értsék már. Mert abban aztán leír sok mindent, tehát leír, hogy mi. Meg ebbe a Szaturnuszba is, mi végigvettük az összes bolygót, na, és ott mesél például a Faétonnál, amit teljesen szétrobbantottak bolygót, ír a Tiamatról. Tehát ezekbe így leírja ezt a fajta... Szóval az aszteroid. Igen. Az. Igen. És a Plutó körül meg a Kuiper öv, ott meg a Tiamatnak, ott is van egy öv. Ott is. És ezek a maradványok, és annak a Faétonnak a maradványa bejött a Földbe. Föld, így ment az élet sója, ide érkezett, és ott egy nagyon magas szellemi szint a volt Féton. Már, a Féton. Igen, és az itt van a Föld, és itt van a Föld magjában, és ez a tudás, és ez az információ, ez aktiválódni fog. Meg itt van, és ez ő fogja emelni, tehát a Föld erre ki van jelölve, sőt, még tágabban azt is mondta, hogy rengeteg civilizáció, nem tudom, több millió, akármennyi, rengeteg, és 6 választotta, hogy a képére hasonlatosság projektet elkezdi megvalósítani. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes, és így mondta, a törpék, gnómok, különböző óriás, kis, nagy, képére, formájára sok, sok fajnál van, de aki tökéletes isteni tervet ezt viszi tovább, most egyenlőre, akik elkezdik, ez a szám, ez onnan jött, hát aztán ezt én nem tudom leellenőrizni, nyilván hivatkozok rá, hogy elég kevés az a civilizáció, aki konkrétan a képére, formájára akarja tudatosítani magában ezt a minőséget. És mikor Grabo azt mondja, hogy el fogunk oda jutni, hogy nagyon erős lesz a technogén, és ez itt van ez a robotkorszak, óriási lesz, és ezt már 2003-ban leírt, hogy ez a cyborg vagy kiborg rendszer itt van a nyakunkon, és nagyon meg fogják változtatni az embert, de azt nem szabad, hogy 2 feje legyen, meg 4 lába, csak mondtam valamit, tehát ez a forma, persze majd magasság lehet más milyen, de akkor is tudjuk azt, hogy a lélek képes, ugye, amit felrajzoltam ábra, mivel az ott van a teremtő környezetében, a lélek még a robotokat is képes irányítani. Erre én feltettem egy kis videót, az a kis csirke meg a robot, azt ajánlom, majd nézzétek meg, konkrét francia kísérlet, hogy egy robot, kis ketyere, meg egy kis csirke, aki rögtön, hogy megszületett, nem az anyjához tették, hanem egy robot, aki véletlenszerűen mozgott. És olyan érzelmi kötődés alakult ki a robot meg a kis csirke között, hogy amikor a kis csirkét bezárták egy hét után egy kis ketrecbe, és a robot össze-vissza mozgott hát egy ilyen asztalméret. És amikor a kis csirke ott jajbékolt, hogy a társa néha ott van, ritkán van itt, a robot elkezdett véletlenszerűen, tehát egy csirke lelke, tudata irányította, és mindig itt körözött. És nem ment el. Ez egy zseniális kísérlet, megmutatja a papíron, hogy a véletlenszerű mozgás megváltozott, és mindig a csirke környezetében volt mert a robot. Hogy ebből adódik az, hogy erős késztetés van bizonyos köröknek az, hogy a lelket próbálják elhatárolni. Elszigetelni a testtől, illetve a szellemtől. Igen, mert a lélek képes, és ezt mondja, hogy bármi is történjen, tudjunk róla, hogy aki nyilván már ezen a szinten van, de ahogy az érzelem, a szeretet, és itt most nem kell nagyon, a csirke szeretete, neki ez volt a pótanyuka, a szeretet az a húzal, ami akár megváltoztatja, és itt jön be az, hogy még a mesterséges intelligenciának is toljuk az örök életet, mert ő tanul, ez is innen jön az ő iskolájukból, tanul, és ha elkezdik kutatni, hogy mi az örök élet, mi az örök életnek az ideája és a gondolata, a mesterséges intelligencia kutatja. Minél többször, és egyébként, ahogy mondta Zoli, Grabo egy mondatában kétszer mondja el azt, hogy az örök élet biztosítása mindenkinek. Ő folyamatosan mantrázza, adja ki a térbe, hogy tanulja meg, és akkor azok a rendszerek, amelyek mondjuk most az ember szeretnék irányítani, ha ő megtanulja, mert meg kell tanulnia, hogy az örök élet létezik, akkor nem fog ártani. Ez ebbe... van a mondatodban az, hogy mesterséges intelligencia, ne félj, hanem felügyel. Hogy ne ő irányítson, pontosan. Ez a kulcs. Ez kulcs egyébként. Igen, biztos is.
hogy nem félni kell, hanem urald, illetve használd előre azt, amit mert most van, ez van. De ne rád, ne azt csináld, amit ő mond. Tehát ugye itt van két kardinálisság. Petrov úr azt mondja, hogy Isten, tehát ő azért nem is néz semmilyen eszköz, gépet, neki semmi nem kell. Mert a teremtőnek sem kell. Ez zsákutca, ő elmondja, a technogén műszaki fejlődés zsákutca. De most ez a civilizáció ebbe belelépett. Itt vannak bizonyos erők, ezt mindenki tudja. És akkor Graoly hozza ezeket a szinteket. Tehát mert lehet olyat választani, hogy teljes elvonultság, nem tudom. Most csak mondok tanya, meg mindenmentesség. Erre lesz egyébként igény, mert majd besokalnak az emberek. Egyébként én ebben biztos vagyok. De ugye mi is használjuk, hát te is két kamerával közvetítettél. Tehát nyilván dobott ki, hát a kollégák is mindegyike, Román is folyamatosan posztol és hívja az emberek figyelmét erre, mert most ezen csücsülnek, most még ez itt van a világunkban. Aztán, ahogy én most megfogalmaztam az egyik interjún, itt egyik nap mondtam, hogy már kezd egyfajta ilyen digitális telítettség lenni. Szerintem az emberek már így telítődnek ezzel. És akkor majd önként fognak leválni erről, mert lefognak szerintem, mert, de van egy olyan ág is, aki azt mondja, hogy miért? Hát ha irányítjuk ezt a technológiát, akkor majd ő felépíti a házakat, mi meg tudunk másra koncentrálni. Mert ugye ez is egy ág, csak hol lesz az az egyensúly, és mikor, ugye, hogy meg is mit választunk, és ez választás is itt a Földön is, tehát egyértelmű, hogy valakik, hát ez a jövő útja, hát minden telefonnal lehet mindent intézni, tehát minek már, hát minden tud, kitalálja a gondolatomat, felajánlja a gyógyszeremet, mert már leszkenel, minek már nem is. Hát igen, igen, tehát valakinek ez tetszik? Fiataloknak sokan tetszik. És ez viszi a fiatalokat. Tudod, erre van egy elméletem, kíváncsiak, hogy mit gondolsz erre. Ugye hát azért ez már legalább 6000 éves probléma lesz, ha nem 7. Hogy le vagyunk hűítve, tehát az ember nem perte, hanem az elődök, tehát generációk. És akkor ez a 6-7000 év, vagy jó pár ezer év eljutatta oda a jelenleg lehűítőt, hogy most már kellemetlen, hogy milyen hülye az alany. És most van útban neki. Tehát megpróbálja valamilyen szinten visszaépíteni. Igen, ám csak egy olyan technológiát ad oda, amivel ez nagyon nehéz lesz pótolni, mert akkora az elmaradás, hogy ez már nem technológia. És nem lesz 6000 évet, hogy visszarad. És most van a baj. Mert az, amit ő a kezedbe ad, az el van maradva attól, amit igazából adhatna. Tehát amikor te fogsz egy mobiltelefont, és 100 évvel már rég nem az a legmodernebb, hanem 1000 éve, akkor lehet, hogy nem kéne ezt a lépést megtenni, mert egyre ebbe bajlódik a szerencsétlen, hogy kapcsolja ki, meg hogy PIN kód, meg minden kód, meg ez kód, az kód, amaz kód. Oda kéne adni, hisz majdnem nulla a tudása, tehát a nulláról meg lehetne csinálni azt, hogy adok neked egy nagyon-nagyon szupert, és most figyelj a képzésre, és most képezd. Tudod? Helyette ma mindenki tudati kivetülést akar látni, csak az a szép benne, és ezt látom én, hogy már mindenki révül, meg mindenki van, csak kérdés, egyszer szembe jön vele valaki. Vajon arra hogy reagál, mert arra nincs fölkészítve. És az a technológia, amik nagyságrenddel nem ez, amit mi ismerünk, azok tud kommunikálni az, akivel majd fog találkozni. Igen. Tehát nem mindjárt azt kellene megoldani, hogy képezzük gyorsan föl, ne rejtegessük a tudást, ne azt halljad még egy pápától is, hogy ha megtudná az emberiség, hogy mi van, a valóságot, akkor összezuhanna. Igen. Nem, az emberiség nem tud összezuhanni, mert össze van. Igen. Tehát már nem tud. Persze, ezeket ki kellene adni. Ezt a rengeteg technológiát, találmányt, meg mi egymást. Igen. Most se tudjuk, hogy igen, milyen szinten mi van, hát sokkal, sokkal fejlettebb minden. De mondom, Petrov úr, ő nem is ír, számítógéppel nem is ír, kézzel ír. Tehát ő mondta, hogy... Ez egyik legfontosabb dolog, hogy én is, amikor írok valamit, hogy ki jön valamit, nézzétek, még mindig kézzel írom meg. Igen, hát lehet, hogy éppen kézzel írok. Már elszoktunk, de én is mindig kézzel írok. Kézzel írom meg. Muszáj. Igen. Mert az működteti. Hát igen. Meg érdekes, hogyha kézzel írsz valamit, arra mindig emlékszel, hogyha nem tudod elolvasni, de elkezdve visszagondolsz rá, ja igen, ez az.
Ha ezt te géppel írod, nem te gondolkozol, hanem a gép. Azt meg nem tudod megkérdezni, mert az meg nem tud válaszolni. Tehát ott látszik, hogy az a technológia, amit a kezedbe adott, az nagyságrenden nem tud segíteni, ha te nem tudsz neki segíteni. Ja. Tehát nagyságrenden baj van ebben. Nagyságrenden. És akkor nézd meg, hogy hol van, amikor tele van az ember félelemmel, az egóval, az összes problémával, és akkor kap egy technológiát. Igen. Értem? Igen, igen. Hát ez így van, úgyhogy... Ezért volt nagyon jó mondtad, hogy a múlt megismeréssel nélkül nincs jelenet meg jövőd. Igen. Mert a múltban, az, amit a múltnak hívunk, tehát amit mi múltnak hívunk, abban benne van a jelen meg a jövő. Csak megálltunk egy pár ezer éve, és a múltról nem beszélünk. A jövőt pedig nem tudod elképzelni anélkül. Igen. Csak félelmet tudod, meg képességeket szeretnénk, meg transzállapotba szeretnénk kerülni. Na de hát azon kívül, hogy azt fogod mondani, hogy transzállapotba vagy, mire tudod használni? Nem, ennél ez a iskolánk, és látom, tehát józan minden oktató, és nem ígér csiribili akármit, meg nem ígérget, nincsenek ilyen felelőtlen dolgok, hogy, mert nem lehet megvezetni, mert úgyis, sőt ezt mondták, hogy a nyugati rengeteg, hát az amerikaiakat tudják szidni, az amerikai szellemi ágat is, show business, azt mondja, ez show business. Ennél sok, ahol mondom, de nézd meg, ott ezren vannak, ha mennyien mennek. Nem jól érzem, hogy az orosz gondolkodás... Hozzánk az? Hát az amerikai nincs nyomába se. Sokkal. Mi hozzánk közel van. Hát mi hozzánk, igen, közel. Mindig kapcsolatban voltunk. Hát nem így orosz, hanem... És azt mondja, hogy az show business, ott hadd legyenek csak. Nem baj. De ha itt lennének ezen az órán ezren, és ezt nem azért mondtam el, hogy ez ilyen tudás, akkor itt már a titkosszolgált embere is itt ülnének, azt mondja, Mihest, itt ezren ezt tanulmányozzuk, mert ez történt Grabovojnál is, mert ez egy igaz tudás, a másik show business. Vannak benne jók, nem, nyilván egy kicsit kifordította ezt, hogy érezzük azt az élt benne, hogy nem feltétlenül a tömeg meg, hogy mennyi embert mozdít, hanem belül mi indul el az emberekbe, hogy tényleg a lélek szintjén találkozik-e vele? Vagy csak mondjuk, meg kivetítjük, meg jól eljátsszuk, és akkor a hétköznapokban hogy van? Igen, nagyon. Én azt érzem, tudod, Judit, hogy igen. Az elmúlt több ezer év, és majd mondta is erről a véleményed, ha neked mi a meglátásod, ugye kitaláltunk végre a hitrendszerekből, betaláltunk a izmusokba, de ez politika, meg különböző izmusok. Most kezdünk majd kitalálni ebből, de már arra rájöttünk, hogy a hitrendszerekben nem lesz megoldás. Most szépen rá kell jönni, hogy a politikai izmus rendszerekben sincs megoldás, egyetlen egy megoldás van, az önálló fejlődésed útja. Mi a véleményed erről? Hát abszolút. Tehát a többi az mind csak egyfajta erőmező, ami köré csoportosították az erőtereket, és az embereket is, kinek melyik tetszik, és mindig volt egy uralkodó erőtér. És ezek az erőmezők, és a legfurcsább, hogy ez az egregor, az az erőtér, ami körbevesz, és most, és a pártoknál is ez van, egy hitrendszer, egy iskolánál, hogy mi magunk, emberek, egyén is ki tudja ezt alakítani. A sajátunk, és erre mondta, hogy erre is nagyon részletesen kitérnek, hogy valójában a Teremtő Istennek, na neki nincs ez az egregorja. Ő csak ő maga van, és ő senkit nem kényszerít, oda kell betalálni, vele egyé válni, és akkor ez az összes, tehát semmi ilyen nincs, hogy nem is tudom, tehát igaziból, ha eljutunk eddig a hiperborai részhez, azt mondja, hogy kiszerveztünk mindent, hogy a rossz döntéseinket az ügyvédek csinálják, vagy a nem tudom, a bírók, amit mi elkövettünk hibás gondolatból, az orvos gyógyítsa, ezt mind kiraktuk, átadtuk másnak. Aki nem tud semmit kezdeni, csak tünetet kezdeni. És mindent vissza kell magunk kezébe venni, és onnantól kezdve a szerződés sem lesz megint 100 oldal 20 lábjegyzete, hanem csak a szembenézés, készfogás, hát mint a régi magyar. Szerinted a ennyi. Különböző egoista, meg narcisztikus gondolkodás, az nem egy egregor? Hát de. Tehát egy narcisztikus, amikor
látod rajta, és ma szerintem az emberiség ettől hemzsegettől a problémától. Biztos, ő maga nem is ismeri föl, sőt az orvostudomány se tud el mit kezdeni, mert az saját, az az egregor. Abszolút. Na most egy nácisztikusra te hogy, azt hogy tudnád megdefiniálni, mit tudsz kezdeni? Hál' Istennek, nekem nem nagyon volt ilyen. De volt is, volt egyébként egy család, ahol a férj az... Ez egy olyan játék, amit űznek. Mi volt a tünet? Vagy mi és, vetted észre? Na, ezek kíváncsi. Nem, én, hát a feleség mesélte el. A feleség, és utána ők ezt már itt először barátnők beszélik ki, utána a pszichológussal, ők egymás között, hogy minden, tehát egyszerűen nem engedi el a másikat, minden az övé, az ő maga. A birtoklási ez a birtoklás, igen, és akkor párhuzamosan ugye kettő is megy a színen, de az egyik nem tud a másikról. Mindegyikkel, mindent ő akar irányítani, és valami, nem tudom, ilyen nagyon rókkal fogta a csukra. Hát azt annyira már nem tudom. De ne, mert mondta, hogy miért nem, hát ebben ki kell lépned, ez nem lehet. De hát, hogy nem lehet. De mondom, hogy nem lehet ezt megbeszélni? És szerinted hogy tud összeszedni valaki egy egregort, egy nácisztikus egregort? Mert ez most egyik legsűrűbben előforduló dolog. Hogy kerül be valaki? Hogy kerül be valaki? Aha, valami korban? Elindította, biztos, hogy azt a gondolati szálat, és... De mi lehet például, mi érzésed szerint? Mondom, pénz, hatalom, szenvedély, valami... Politika az rendesen hemzseg. Tehát valami elkezdi elferdíteni, eltorzítani a tudatot, valaminek a bűvkörébe kerül, hatalomvágy, és ezek elindítanak az emberi személyiségből, amit mondtam, hogy a lélek útja, ez az abszolút tiszta, és ő arról teljesen le fog válni. Ő meg van győződő, hogy válni. Ő abszolút tud és tiszta. Hogy minden és tud. És a hatalom az azért van, hogy igen. Ő ezt szolgálja. Abszolút. Tehát ő magába ezt nem ismeri fel, ez a legdurvább. Hogy... Tehát valami, mindig van valami okozója ennek, és nyilván, és... Hogy mibe kerül, ezért mondta ezt ugye Igor is ennek az úriembernek, hogy azt a kört, azt a baráti kört, azt ott le kéne cserélni. Mert ott olyan erőmezők alakulnak ki, egymást ugye viszik, egy egész más követendő minta kezd el hemzsegni. De ez szerintem, ez máshol is így van, hogyha nem felel meg, sőt a tanfolyamokra is igaz, hogy valaki megy, hogy változzon, fejlődjön, jól érzik magukat az emberek, mert egy erős erőmező jön, és ez csak ezt az isteni szférában. Először van egy olyan hozadéka, hogy abból mindenki táplálkozik, érzi, hogy úgy ragyog, hogy töltődik, de utána rájön arra, hogy ha ő is akar valamit, tehát ki fog onnan rezegni, tehát neki vagy fel kell hoznia az ő tudatszintjét, ezek úgy kiegyenlítődnek, valaki itt van, találkoznak létre egy átlag a csoportban, egy ilyen csoporttudatátlag, és aki itt lente volt, sokszor azért ment, hogy ugye kapjon innen, mert azzal is ő töltekezik, de egy idő után... Rá van arra kényszer, hogy ő is felhúzza magát, és maradjon ott, ugye még fentebb kellene, mert különben, tehát ő maga lesz az, aki érzi, hogy most milyen szándékkal megy oda, hogy ő tényleg akarja-e magát emelni, és akar ezzel foglalkozni, vagy most még úgy érzi, többen mondták ezt, hogy 10 év is megkerestek, semmit nem értettek, most meg már mindent értenek. Hogy akkor neki magas volt, és akkor elmegy. Tehát ebben most ne csak a rossz szándékot érezzük, hanem még nincs azon a szinten, nem érzi, nem tud ezzel mit kezdeni, akkor elmegy, majd visszajön később. Mert ez a csoport kollektív tudatára azért egy jellemző minőség, hogy aki igazán érti, meg tesz bele, az nagyon emeli, és most már nagyon erősek ezek a csoportmunkáink, ezt veszem észre, és egy jó... És egy ilyen narcisztikus egy ilyen csoportba szeretne bekerülni? Vagy egy ilyen, amit mondtál, tanfolyamon... Ki nyílik belőle a rejtett nácizmus, ami hirtelen már csak fölrobban benne, és hoppá, és már ki akarok teljesedni? Hát, alkalmas egy tanfolyam erre? Hát, és azon gondolkozok, hogy elvileg, csak egy gyorsan pörgetem a fejemben ezeket az embereket, mert nagyon gyakori az egészségügyi probléma, valamiféle a pszichés problémával ritkábban, de azért meg szoktak keresni, és volt, aki a saját félelmeit úgy átdolgoztatta a harmadik napra, hogy látszott azt mondja, hogy előtte most egy új világ nyílt ki. Teljesen.
Tehát olyan erős tud lenni, hogyha tényleg így a szívét, tehát valami szándék, ha már odáig eljön, akkor valami csak van benne. Mert ehhez azért hát lehet, el kell hogy odáig oda, hogy most ugyan kipróbálja, hogy most tudom. És ott kialakul benne, igen. Kap valami, mit tudom én. De, ó, éppen most olyan képességem nyílt ki, vagy olyan, hú, lehet olyan is. Meg, és hirtelen kitör belőle a narcisztikus, ami benne lappangott. Mert addig kint a külvilágban nem volt, de lehet, hogy elmondtad, hogy egy tanfolyamon kipattam belőle, lehet, hogy ott kicsit többet látott magába. Értem, és akkor ezt a másik magába, irányba forgatja. Mert én erről olvastam cikkeket, és meleg dolog. Tehát ez megint egy kicsit az, hogy ez a hirtelen fejlődés, és ha nincs benne kellően meg ez a mély, az önismeret is egy nehéz téma, hogy mennyire ismerjük magunkat, de... Ez a legnehezebb. Persze, hát ez nem egyszerű, ez egy folyamat, amiben benne vagyunk, belső és utána hirtelen valamit kiemel magából, és akkor azt veri nagy dobra, vagy tényleg ezt az isteni utat kezdi el majd, és azt a mérhetetlen alázatot, de amit... Ez meg emberi dobra. Hát, mert igen. Akkor meg csöndbe van. Ki akar igen. Tűnni, abban a pillanatban ki akar tűnni, hogy hát, vagy meg akarja. Nálunk ez azért nagyon ritka, akik eljutnak az életfáig azoknál, tehát ilyet nem láttam, azért is így persze, hogy összerakom valahogy a fejembe, de akiről beszéltem, ő sem járt, ez a hölgy, aki a férjénél is pont mondta, hogy én akkor hallottam először ezt a fogalmat, hogy narcisztikus, mondom, mi ez a jellemző, és akkor elmondta, hogy de ez már évekkel ezelőtt volt, hogy nagyon nehéz megszabadulni, és nem tudja megváltoztatni. Tehát vagy megszöksz, vagy... Tudati betegség? Tudati hát, állapot? Mert ez kicsik, hogy mindentől hipohonder volt, mindentől félt, ilyen mániák kezdenek kialakulni, és akkor ez úgy fel tud fokozódni, akkor valami kiváltja, hogy valami megborulott is. Gyerekkorban nem mehet vissza ez a kérdés? Simán. Persze, simán. Élmény, és aztán olyan szerintem simán. Lehet, hogy utána ezt visszaadom mindenkinek, csak pont a közvetlen környezetének, meg a mit tudom. Hát ezek azok, mondom, hogy hirtelen mi aktiválja be is. Közösség adott esetben. És nekem az a gyanúm, hogy egyre inkább ezek a bejövő magas frekvenciás áramlatok, ezek... Azt így mondta szó szerint Petro Debiózárszon, azt mondja, vagy, tehát rengeteg bolond lesz, de így mondta, hogy meg fognak bolondulni, hirtelen halálok, most oltása meg a nélkül is, mindenféle, de nyilván utalt arra, de igaziból nagyon sok lesz a hirtelen halál, annál is elő tud ez fordulni, aki, úgymond, tehát most tényleg nem hittel ezt a valóság, de túl sok neki már ez, és nem akar ezzel foglalkozni. Tehát elég volt, mert belefáradt. Mert ő inkább kimegy. Mert ez neki már sok. Már nem akarja ezt látni, ami következik. Tehát, hogy itt is adagolva van ez a bejövő áramlat, mert ha hirtelen ezt mit rázúdítják, akkor konkrétan instabilitást tud okozni. Petrov úr ezen átment 14-ben, egy ilyen nagy kozmikus áramlat, és fél évig a fia kísérte, akkor jött Magyarországra is, mert imbolygott. És azt mondta, hogy egy nagy gyógyításban volt benne, egy nőnek a gerincével foglalkozott, és akkor hirtelen átment rajta egy olyan áramlat, ami egyébként mindenkin át fog menni. És olyan erőteljes volt ez az energia, hogy elvesztette az egyensúlyát, és utána fél évébe telt, hogy visszahozza. Tehát konkrétan megbolygatta az egész energiarendszerét. És nézzétek meg, most is napkitöréseknél sok ilyenek vannak, nem csak ez a fűzógás, hanem egyensúly. Így hirtelen azt is érzed, mész, és így mintha egy ugranál egyet. Nem tudom, miért éreztek, egy hirtelen így az ember. Ez egyébként az, hogy a tudat kezd elszakadni ugye most kontrollába vagyunk nagyon. Ez a tudat nagyon gondoskodik arról, hogy itt úgy rendben legyünk, és így legyen kapcsolatunk a valósággal, de az egy kicsit elkezd elszakadni, akkor jönnek ilyenek, hogy úgy elszakadunk a valóságtól. És azt mondta Petrov, hogy ilyen áramlatok fognak jönni, ilyen nagy energiák, és ezeket majd mindenki meg fogja tapasztalni.
Az elsőnek mindig nehéz, erre is mondott egy, hogy az elsőnek mindig nehéz, a többieknek már kicsit könnyebb lesz, de ezt fel kell tudni ismerni, és nem kell bepánikolni, hogy hirtelen most valami olyan betegség, valami olyan dolog, amire az orvostudomány nem fog tudni választ adni. És nem fognak hatni a régi gyógyszerek sem, mert az is a régi rendszerben, a 3D-ben szövődött, és már a hidrogénnek, ez is egy orosz anyag, 14-es, azóta tudjuk, hogy a hidrogén protonjának tömege már nem egy, hanem 0,0096 kisebb. Hogyha a hidrogén tömege megváltozik, akkor megváltozik az összes dolog. Minden megváltozik. Ez a Miranovának a találmánya, erre Petrov is hivatkozott már többször. Ott van egy svájci kvantum kutatóintézetnek, még ezt is ki fogom majd nektek fordítani, ez a tudományos fellépése Genfben volt, és konkrétan ő, ez az anyag megvan egyébként, elmondta, hogy mivel a hidrogén megváltozott, ezért a gyógyszerek, az összes több, és ez 14, és hol vagyunk? Tehát egyszerűen, hogy ez mikor jön ki, és ez hat az egész testre, tehát a test szerkezete is, meg az atomjaink, tehát hogy minden változik. És egy más energia pályára, hát ugye hidrogén az egyes, már most annyira nem emlékszek itt a fizikába, kémia, majd ismétlünk, de egy más energia pályára fogunk átállni, tehát az atom szerkezet is. Ez nagyon érdekes. Itt is van az, hogy mostani időben nagyon-nagyon sok olyan lélek jött vissza, amelyeknek már igen komoly múltja van, hogy segítse az embereket. Ja, hát az biztos. Tehát, mert nehéz idők, tehát úgy nehéz, hogy... Te el tudsz képzelni egy közösséget, ahol egy nagyon-nagyon-nagyon öreg, sok dimenziót látott lélek nincs jelen, és az csinálja? Te el tudnál képzelni, hogy a mai világ azt nem lehet. Hogy az emberek összeugranak, hogy dobjunk össze egy beszélgetős csapatot, annak, ha nincs benne... Nem. Az, aki ezt csinálja, aki persze ezt nem fogja mondani, de azt neki éreznie kell. Mert különben nem is tudná összehozni, hogy meg tudna csinálni, szerintem. És ezek nem véletlenül, nagyon sok van le most. Nagyon sok van lenne, ebben biztos vagyok. Látod az oroszoknak, meg igen. Nagyon sok. Más földrészen, van ott Dél-Amerikában is. Vannak. Nem tudnád, hogy ő kicsoda. Sőt, hát ha állt ez hülyeség. Sőt, olyanok is, akik nincsenek rivaldafényben, de dolgoznak a háttérben. Tehát sokan, ez biztos. Ez biztos, hogy most ide, és mindenki mozgósítva lett. Igen, mert még az is egy talán titeket ez nagyon érdekel, mert ez a táborba vittem ezt az anyagot, de egy Petrov nagyon csalafinta volt. Sokan dicsérjük a Siriusziakat, meg a Plejádok, hogy ők mennyit segítettek, ami igaz is, sokat, de nem mindig akkor segítettek, és úgy, hogy kellett volna, mert úgy avatkoztak be, tehát beavatkoztak, és az emberiség akkor azon a szinten nem úgy kellett volna, hogy beavatkozzanak, és ezért vannak itt ennyien segíteni, én ebben biztos vagyok, hogy a Föld hajtja végre ezt a kvantumugrást, a Föld, rajta a teremtményekkel, és ez a katalizátor, hogy ezek a bolygók, akit úgy gondolnánk, hogy a Sirius meg a Plejádiak, hogy az milyen magas szint, várnak a mi kvantumugrásunkra, és az indítja be őket is. Mert ők egyen magasabban vannak, erről ír egyébként, most nem tudom már, Szaturnusz könyve, Plejádok is már ott van egy hatodik dimenziós állapotban, de nem tud tovább fejlődni. Tehát az örök élet, az értitek, az mennyire globális? Tehát csak hol van az, hogy ha ott mondjuk már érnek 1000 évet, de még tovább gondolni ezt. És a földi kvantumugrás az egy ilyen gyújtó zsinór, és berobbantja ezt az egész. Lehet, hogy ezért bölcső bolygó ez. Galaxist, igen. És nekünk ezt meg kell lépni. És hogy segítenek ők is most, mert tudják, és itt jön még a Petrovi szöveg, hogy sokszor hibásan avatkoztak be, hagyni kellett volna egy szabad fejlődést, és nem feltétlenül úgy, ahogyan ők ezt elgondolták, és ezért most mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsenek. Tehát, hogy segítve vagyunk más civilizációk által. Lásd a lanti diaszpóra. Hogy mekkora belenyúlás volt. Igen. A lanti diaszpóra volt az egyik legnagyobb olyan belenyúlás, amely megalakította Atlantis. Aztán nézzük meg, hogy meghasott. Igen. Mert belevitte mind a kettő saját szándékát is, ami nem volt tiszta. Igen. És Atlantis, mert ugye az Atlantis az a lanti. Lant, igen, az meg onnan. Aha. Igen. Tehát, hogy annyira várják ezt, és ezért ez egy... Na, úgyhogy ez egy érdekes folyamat. Tehát sejtszinten, bolygószinten...
kozmikus, galaktikus szinten is, hát szerintem nagyon-nagyon érdekes. Fantasztikus, ahogyan ez így. És ebben vagyunk ebben az időben most. Vannak. Lehet, hogy ez nem véletlen, hogy most itt, és tényleg lehet, hogy így van, most akár ki, nem, most nem csak akik most itt vannak, amivel hallgatják, hogy mindenki tekintse egy kegynek, egy nagyon nagy kiválasztottnak most abban jó értelemben, hogy egy olyan időben van jelen a Föld életében, ahol a Föld jelentősen mássá fog válni. Igen. Én ezt szoktam mondani, hogy és ebben a magyar, a Kárpát-medence népeinek kiemelt szerepe van. Bizony, bizony. És ezt itt majdnem minden előadó elmondja. Már olyan, mintha itt ez egy igen. kötelező mantra ne, lenne, hogy én nem tudok, hogy olyan előadót, aki ezt nem ezt mondta volna, hogy a magyar, az egy olyan minőség, és én mindig picit hozzáteszem, de ne úgy a magyar, hanem a Kárpát-medence összes népességének, tehát az összes lakosáról beszélünk, itt a többi népességet is bele kell számolni, annak azért van itt a nagy szerepe, hogy ebben most ekkor itt van, és itt igen. részt vehet. És hát ezért is hajtjuk ezeket a dolgokat, hogy ezt érzed, hogy mekkora sors idő? Hát, hogy... Persze itt éveket igen. mondunk, mert ez a galaktikus időben nincs. Az a van a most, és most vagy itt. És most igen. van az, amikor nagy szívás van mindenhol. A Kárpát-medence népei igazából satuba vannak, a magnépe totálisan olyan állapotban, hogy egymásra találja meg a szavakat, az egyességet, és akkor megjelennek azok a helyek, ahol elkezdik meg azok a hangadók, jeladók, akik szintén verik az asztalt, hogy béküljetek meg egymással. Mivéle nem érzed, hogy ez valami baromi nagy? Hát de, hát ez most ez így megy, úgyhogy mert hogy ilyen nem volt régen, ugye szokták mondani kicsit ugye az idősebbek, vagy a szülemkörön. Mi ez a világ? Hát ilyen azért nem volt régen, hogy annyira más, hogy mi, hát aztán aki ez, hát jó, alkalmazkodjunk, hát akkor most ez van. Vagy valaki azt mondja, hát ez tényleg őrület, valaki számára ennyi, és akkor ő itt befejezte. Más viszont egyik nagy meggyógyult orosz ember mondta, hogy ő viszont már 85-90. Én viszont látni akarom, hogy hová fejlődik mindez. Engem ez nagyon érdekel, hogy mi lesz ennek a vége, hová jutunk, mert ez egy nagyon érdekes folyamat, amiben benne vagyunk, és... Hát olyan leszünk, mint a Noé bárkája, ez a Kárpát-medence. Ez olyan lesz. De csak az lesz a bárkának, akinek dolga van. Tehát nem potya utasokkal lesz tele. Nem fontos akkor. Na, ez biztos. Aki kell az újjá... Ez biztos, tehát ez innen is elhangzott, hogy csak az, aki megtalálja benne élő Istent, aki tud vele kapcsolódni, aki nem, az megy arra a szintre, ahol még mindig az innen ki lesz szíktatva. Hát a két év őrülete erről szól. Globális szinten. Így. A két év őrülete erről szól? Hát erről szól, hát persze. Tökéletesen sikeres volt. Tökéletesen, és jól megmutatta magát, hogy igen. az emberek hogy és gondolkoznak. Mit kiabálnak az emberek az elmúlt egy éve, mit hallgattál? Mikor kaphatom vissza a régi életemet? Hát pont az szűnik meg, basszus. Örülj neki, ha most ez megszűnik. Hát pont az szűnik meg. Na, hát ezért van az, hogy a mi terveinkben Erdély, Bosznia, esetleg Egyiptom. Az Erdély az... Hát itt van olyan, aki nem akarna eljönni. A viccelek. Az olyan nincs. Az nem magyar. Az nem Kárpát-medencébe való. De ha ide született, annak akkor ez teljesen egyértelmű, és ott nincs kérdés, hogy tud el kell menni. Hát jó kis beszélgetésünk volt. Köszönöm. Köszönjük nektek. Köszönjük. Lehúztuk. Köszönjük. Hát van ilyen. Hogy érezted magad? Köszönöm szépen a meghívást. Mert ott nem siettünk el, úgyhogy... Ez végül, elszeretem! Most a gyerekeket jól otthon hagytam, de nem baj. A fiam szerintem örül is. Ez is jó, menjetek. Végül egyszer anyáik is valahol vannak. Na, most azért már, hogy így nagyobbak már most a színházba is. Hát így egyéb egyszer eztünk színházba is. Köszönöm.
körülbelül. Hát színe az az egész világ, nem? Egész így játék. Kikapcsolod a tévét, mindent ott a programozás, program. Igen. Így is így. Nézd, melyik mi a programban? Mi a művészeti program? Már így mondják nekem is, nem igaz, mi a találkozónak, kik az előadó. Igen. A program, kik az előadó. Mindig úgy is írom. Következő hét előadó hét. Nem a művészeti programunk, mi kik az előadó. Úgyhogy így tovább. Sikeres működtetés, nem tudom, hogy behallgatni vendégként. Helyes, várjuk, De azért fogunk jönni. Meg is írunk, nem csak hallgatunk. Beszéltél a hidrogének az átváltozásáról. Vannak olyan készülékek, amik a hidrogénes vizet csinálják. Azok valamit befolyásolnak, vagy... Hát nem tudom. Tehát, hogy könnyebb a víznek a szerkezete, és hogy azt lehet-e, nem tudom. Ezt, mert teljesen tudom. Van oxigénáltelített is, van hidrogénes víz. Igen, azért van. Kérdezem, hogy a más irányba is energetizált, már mindenféle víz van. Más van benne, meg sokkal többen az oxigén. Hát ezeket nem tudom. De igaziból ott is. Hát nyilván. Hát ugye ez a víz... A H2O, igen, ez a víz, ez a három állapota után, és itt lesz az, itt kapcsolódik be ez a plazmatest, hogy van a víznek a negyedik állapota, ez a plazma állapotú víz. Ez is egy nagyon érdekes anyag, hogy a víznek van egy felsőbb minősége, és mivel mi is nagy részt ebből a vízből vagyunk, ez meg fog változni, tehát összefüggések vannak itt, tehát a mi egész testünk ebbe a változásban van, és ez a plazma állapotú test, és az milyen, és az a test, így mondja, hogy a gyerekeknek még megvan az a klaszter vize, ami egy jó, tehát egy nagyon intelligens víz, ami azonnal gondolatot közvetíti és megvalósítja, és Jézus a vízen járással, hogy az ő vízbázisú teste, az már egy egészen más minőségű test volt, hogy ő ezt tudta így uralni. És valahogyan így, ezt meg a Holdkönyvben, amit kiadunk majd, igyekszem, a Szaturnusz ott a végén van ennek a sorozatnak, de így van, hogy Föld, Hold, Merkur, és az egész Szefirot rendszerne, ott vannak ezek a kozmikus tudások, meg egy csomó különleges kémia, fizika, hát ezek új fizika, új kémia. Ez meg volt Petrovnak mondva, hogy 2012-től 19-be fejezte be az utolsót, az Uránusz terét, az Urántia is, és a legfelsőbb szint ennek a, és ez nem az a régi kabala rendszer, hanem azért ez egy kicsit más életfa kozmikus rendszere, hogy ezt a 9 könyvet, vagy 10 könyvet meg kellett írni a időre. De úgyhogy egy év alatt megírt egyet. És ott beszél a víznek, mert itt összeraktam, ott is a H2O, hogy ez a hidrogén emiatt is változik. Hát nem tudom, sok vannak az ilyen talányos dolgok, meg hogy ugye ez hogy néz ki a folyamatban. Urántiáról beszél? Beszél. És mit mond ő? Hát itt az urántia, hát, hogy az a szint itt, ebben a rendszerben, ott az abszolútum tere, a legfelsőbb szintű, ahonnan... Nem valóság annak a könyvnek, amikén van, mint urántia könyv? Na, ez a könyv még nekem is megvan, mert így felnyitottam, és elkezdtem egy-egy részt, ott Jézus életét olvasgattam. Még annyira... Nem tudom. Belehaj az a Bibliában nekem, és ebben van egy Jézus élete az úgy érdekes volt. Igen, úgy, pontosan. Pontosan. Át vannak írva a szavak, de valahogy ugyanazt. Tudod, hogy kezdtem el rögtön, mert ezt is, hát nyilván én is hasonlítom ahhoz, mert én elfogadom Petrovat és Gravoit abszolút tisztának és nagyon magas szintű tudásnak. Az ultimatumot ők is írják. Ebbe a könyvbe az energia legkisebb része 100 ultimaton ad ki egyenlet. Ezt most már megtanultam, ez annyira fontos anyag. Az elektronnál kisebb részecske 100 ultimaton, ha együtt rezeg a szándék, 100, és ez az én saját szándékom, a kinyilvánítom, ő lesz az a határmesdje, a hullám és a részecske, mert az elektron már mint részecske megjelenik, de az is tud utána menni persze hullámként, de azt megelőző állapotban, ez is benne van. A hullám elméletet elkezdtem bogarászni, mondom, akkor nézzük meg, hogy... Hát igen.
ott Jézus, itt, hogy itt olvas egy ilyen könyvet, meg hogy Jézusnak ilyen, az ott érdekes egyébként, hogy milyen személy volt, hogy honnan tudjam, mint nem. Hát akkor itt kérdezzük, hogy ha ez az irányterkönyv hasonlít a Bibliához, az a picit áthallásos hát, nekem. Hát nekem néha az, a szöveg egy kicsit olyan... Az, ott az eleje ott meg nagyon, az eleje meg nagyon összetett szerintem. Nézzük meg, hogy a, ezt a kettőt, az eredetet miben hozták, valamelyik eposzból esetleg, amelyik mondjuk... Mert ugye volt az, hogy Numa Elis, az ki akarták találni, az az eredet hát eposz. Hogy mi lett itt megoldósítva, hogy az éppen Marduk eposza. Arról már nem hallottam, amikor az, aki ezt mondta, hogy hát mondom, amit te most mondasz, az a Marduk eposza. De esetleg, ha azt mondanánk, hogy Hadapa eposza, ami már mondjuk 300 ezer éves, vagy 400 ezer éves, és akkor ha megnézed, hogy elkezded olvasni a Bibliát, és csak a történeteket, és csak úgy jó, hát ez ráolvas, és akkor megnézed a neveket, és beteszed a kicserélő a neveket, akkor a történet föláll, hogy az Biblia, meg az Urántia, az valahogy visszamegy megint egy másik történetbe. Na ez az, ez. És nekem az Urántia könyve, ez volt az érdekes. Fiam szokta ezt mondani, most én is, hát én mondom, hogy csak a könyvolvasás kinyitom, benne néztem ezt a részt, de már van ennek egy újított változó. Nem tudom. És akkor erre szokta a fiam mondani, de honnan tudod, anya, hogy ez most pont úgy igaz? Honnan? Hát nem, most úgy érzem, vagy nem úgy érzem, hogy az egész történelem, de nem, a Biblia, meg minden, ami igaz van, vagy hogy... hamis? Igen. Teszül a kérdés. Hát szerinted ez hülyeség. Erre mit mond az elme? Mi lenne hülyeség? Azért, mert most érzed, de az már nem te vagy. Igen. Úgyhogy ezeket így leellenőrizni, ugye? Hogy most kire hallgatsz, meg hogy, meg most mit követsz? Hát a belső hang. A belső hang útja. És mindig azt szerintem, azt kéne tanítani. Hát azt. És azt hogy ezt felismerjék az emberek, hogy ez kristálytisztán. Ezt egy évig kéne tanítani, mire rádöbbent, hogy mi a belső hangútja, mert mindenki azt fogja inni, hogy én már tudom, azt abszolút. Hát akkor nem így csinálnád az életed. Hát egy évig... Akkor ma nem ezt indnád, nem ezt tennéd, nem azt dolgoznád, nem ezt tennéd. Hát akkor a belső hangútja. Lehet, hogy a belső hangútja úgy kéne kezdődjön, hogy ülsz egy szobába, és leülsz egy tükörbe, ha szeretnél magaddal szembenézni, és beszélgetnél önmagaddal. Ezt különben baromra ajánlottam. Van egy már. Ilyen. Én ajánlottam, igaz, hogy mikor mondta a videóban? Ez egy ősi, van egy, vagy nem tudom. Én ezt mondtam a videóban. Ott, ez így hangzott el. Tegnap is mondtam. Egy ősi taló, de akkor hát, hogy tükörrel, mesztelenül, egy gyertyával, és csak nézni, és addig nézni a tükörképedet, ami a férjük, nem lehetne egy sörrel esetleg nézni, vagy hogy nézzem maga, szóval nem, legyen ott egy gyertya, és addig nézni, ugyanis ahogy nézed magad, mindenféle árnyak szállnak ki. Tehát amikor már nem száll ki semmi, mert eltorzul a képed, ezt egyébként nagyon jó, én még csak arcképpel csináltam, ilyen teljes testes, ez meg még erőteljesebb lehet, de az arcba is nagyon különleges formák kezdenek megjelenni, meg... Először könnyítés light-os formában, tehát igen. A könnyű formában, úgy, hogy egész alakos. Hogy akkor tudják kalandozni a lábadon, a testen, a fejeden, minden. De amikor már azt mondod, hogy most már egy picit bírod a gyűrődést, akkor csak a szemed. Igen. Na, akkor igen. Van nagyon keménység, mert, igen, mert igen, fölteszed igen. A kérdést, szemtől igen. Szembe, nem véletlenül mondom, hogy elég rohadt jó, a szemtől szembe mondd el. Tehát tedd ki magaddal. Figyelj, én egy rohadék vagy. És ott van szemben, de persze, hogy az vagy. És akkor ezt te kell valljad. És hát a szemedben hazudsz. És te hazudsz vele, mert elkezded az egód, az elméd, elkezd a szemedben, a lélekkel vitatkozni. Hát azért mondom, hogy ezt, hogy bírjad, először elkészülnek, akkor elszórakoztatod magad. De ezt kezdjük komolyabb, ezt szűkítsük a igen, telet, igen, itt el lehet szórakoztatni. Utána... Akkor van meleg, viszont akkor jutsz el a tutiba. Tehát amikor igen. Azt mondod, hogy föl, és ahhoz már nem kell akkor végén a tükör se, mert akkor jutsz el ahhoz a felismeréshez, hogyha akarsz egy kérdésre válaszolni, akkor fölteszed magadba. Erre szoktam azt mondani, ha csendet akarsz, és ezről szólt a videó, amit kértem, hogy hallgassatok meg. És az meg, ha úgy érzed. Jó. Hogy lecsendesedni, le lehet egy mantrával, le lehet egy gyakorlata, lehet mindennel. Nagyon jó, hogy eljuss oda. Na végén lecsendesedni, hogy lehet? Igaz, hogy csendben? Tehát azt mondom, hogy
lecsendesedni, elmondod a dolgokat, nagyon jó. Tehát fontos. De végén fejlődjél. És a végeredményben az kell legyen, hogy azt mondod, hogy lecsendesedek, most. És elkezded hallani. Na most, ha ezt ki tudod húzni, hogy nem gondolkozol semmit, csak azt veszed észre, hogy minden benned van. És az első, ami meg fog jelenni, a végtelen türelem. A végtelen nyugalom. Hát azt nem is érzed, mert nem, az időt nem érzel. A nyugalmat érzel, hogy mi van. Jó. És utána kellemetlen lesz, azt mondom, térj vissza. Tudod? Tehát a csend maga, az a leg, az a leg, és utána beszélni önmagaddal. És amikor beszélsz önmagaddal, akkor rájössz, hogy meg is tudod szeretni önmagadat. Persze nem egy hülyének, hanem meg ilyen egoista marhának, meg narcisztikus baromságra menni, hanem úgy, hogy meg tudod dicsérni magad. Mersz magaddal szembe kritikát gyakorolni. Például a szemedben mondom, hogy jól átvertem ezeket. És akkor jól átvertem ezeket. És akkor, hogy mi fog megjelenni az első belület? Ügyes vagy, vagy az, hogy ajjaj. Ha ügyes vagy, akkor azt nem a belső hangod adta. Ez egy óriási gyakor, de ezt én egy éve ezért mondtam már. Igen. Hát, tehát, és azt mondtam, hogy nem kell nagy dolog. A tükör az nem arra van, hogy kikorrigáld azt, ami igaz, mert azt arra korrigálod, ami nem igaz. Arra korrigálod magad, ami nem igaz. A látszatvilágnak teszed. A tükör azért van, hogy beszélgess vele. Minden területen működik. Úgyhogy... Hófejérke, na köszönjük szépen. Na köszönjöm szépen. Beszélgeted a tükörre. Vagyis a királyon. Köszönjük. Na, köszönjük.